Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 60. adása. Itt van Ghost Missing, Dragon 64, adj Isten, Tomcat, sziasztok, és én vagyok Blogim. És én meg elmondom, hogy miben különleges ez a mai adás. Az egyik az, hogy már megint nem jött el a vendégünk, úgy látszik minket mindenki után, nem erről van szó. Bogartot próbáltuk meghívni, tudjátok, aki fotózgatni jár Gázába, és a jövő héten megy vissza. De nem jött el, mert meghívták közben a Zenit TV-be is, Dr. Gaudin egy Tamás meghívta ő képeket mutogatni. Egyébként nem tudom, hogy a Zenit TV-t nézik-e többen, vagy minket hallgatnak-e többen, ez majd egyszer kiderül. Mai adásnak a különlegessége az, hogy az 59. adás technikai okok miatt elveszett. Nem veszett el, létezik, csak tele van a tököm a digitális technikával, és nincs kedvem összerakni. Ugyanis mi ezt az Audacity nevű csodálatos programmal szoktuk fölvenni, és ez most fogta magát az előző adás közben, és kétszer is megdöglött. Most ennek van egy ilyen kis temporary directory könyvtára, amiben így belerakja az adást, 5 másodperces darabokra szétszabdalva, na de 5 darabot a bal és 5 darabot a jobb hangsávból, tehát ez így legózd össze, hogyha akarod, kedves felhasználó. Nekem meg nincs kedvem a 3 órát így kézzel összerakni. Ha valaki megcsinálja, azt megköszönjük, minden esetre én majd akkor foglalkozom vele, hogyha lesz rá időm, meg kedvem. Nem annyira sanszos. Egyébként az adás nagyon jól sikerült, csak elmondom, hogy miről maradtatok le. Rostán Sárpi volt a vendég, és elmondta a véleményét a cigányságról, illetve a veszprémi esetről. Ezt még sokáig emlegetnénk, és ti is, és megmutatnátok mindenkinek, de nincs. Csak mi tudjuk, hogy van. Egy kedves olvasónk javasolta, hogyha ennyire nem értünk a technikához, nem erről van szó, a technika nem ért hozzánk, de mégiscsak mi vagyunk az világurai, mármint hogy az emberek. Tehát, hogy ennyire nem értünk hozzá, akkor használjunk egy magnót, mert az ugye jó. Na most egy magnónk nincsen, de megfogadtuk a tanácsot, és ezt az adást most csak úgy próbaképpen, hogy igazatok van-e, az öreg Panasonic M40-es videókamerával veszük föl VHS szalagra, csak hogy teljesen szakszerű legyen minden. Meg is nézem, hogy forog-e még, mert ilyen furcsa hangokat ad ki a motor. Világítani világít meg arra itt a lámpa, igen, mert mindjárt fölborul egy dobozostú, mert nem, inkább leteszem a földre. Ez most nagyon jó. Ez teljesen, tehát egyre jobb a műsor, de. Hogy is mondod a műsor előtt, miatt elindítottam a felvételt? Igen. Azt, hogy más még ilyet se tud, úgyhogy kapja be. Igen, tehát ez egy olyan dolog, hogy ezt mi csináljuk, és hogyha nem tetszik, akkor csinálj jobban. A másik pedig az, hogy ez a miénk, tehát azt mondod benne, amit akarunk, szóval húzom. És úgy, ahogy akarunk. Mint amikor Tompika matchboxozik a szobában, és így ráhagyják, hadd játszon. Mert valaki majd egyszer szól neki, hogy nem fejjel lefelé kell tologatni a kocsikat. De te még ilyet se tudsz, hogy ilyet fú, tehát ez az alapoma. No, egyébként de tudnak, mert voltak már, amikor szünetelt így a Bombagyár rádió, akkor volt 2 gyárlakóról tudunk, aki csinált ilyen pót adásokat. Csak nekünk nem szólt. Nekünk nem szólt, de nem is baj. Úgy hallgatok volna meg, de azért jó volt. No. Várj, azért elmondanám, hogy közben miután a műsorterve elkészült, a Dragon beállított hozzánk egy nagyon jó kis kezdeményezéssel. Nyilván olvastátok a Bombagyár Színház nevezetű kezdeményezést. Rengeteg kezdeményezésünk van, csak befejeződést is jó lenne már látni. Ez pedig tőletek függ, kedves hallgatók és olvasók. Persze nem muszáj segíteni, de akkor nem lesz semmi. Egy olyan ötlete lett, kedves Dragon barátunknak, hogy előszedett egy színdarabot. Mi a nevezetessége ennek? Az annak a színdarabnak a nevezetessége, hogy az a címe, hogy a Táltos Herceg és Árpádházi Szent László ifjúságáról szól. A másik, még fontosabb nevezetessége, hogy 1994-ben ezzel a darabbal megnyertem a Hunnia drámaíró pályázatát, és amúgy pedig hamarosan, már amennyiben sikerül megfelelő személyeket találni a produkció előállítására, a Bombagyár Színházban be is fogjuk mutatni. Tehát ez lenne az első színdalab, amit a Bombagyár Színház előadna. Talán csak annyi az apró bibivel, én olvastam ezt, nagyszerű, tényleg nagyon jó munka. Nem azért mondom, mert itt ül mellettem, aki írta, de tényleg nagyon jó. Tehát én meg szoktam mondani, ha valami szar, ez nem az. Annyi az egyetlen probléma vele, hogy hát talán nem annyira kezdő színészeknek való. Mondjuk ez igaz, de én viszont hiszek abban, hogy ahogy ugye a Vízkereszt vagy amit akartokban is, ugye ott végül is a derék jó nép egy egész jó kis színdarabot összehoz, ugye ide nekem az oroszlánt is, a Bombagyár közösségben is biztos, hogy találhatunk olyan tehetséges fiatal és kevésbé fiatal tagokat, akik esetleg el tudják a dolgot játszani. Szerintem de ha nem is játszani. Nem tudtátok rólam, de én voltam ilyen drámai
színi, nem tudom micsodán, így összeültek így a színészek, meg én, és ilyen játékokat kellett játszani, és attól tanultunk meg színészkedni, azt mondták, és én ezt annyira untam, hogy leszartam az egészet. És ezért lehet az, hogy most itt vagyok, mert egyébként bizonyosan annyira tehetséges vagyok, hogy már én lennék a, nem tudom, valaki. Kiváló intrikus lennél egyébként, az egyik szerepet szinte rád írtam. Hát azért sértésekkel álljunk le egy kicsit. Na! Ez nem sértés. Negatív szereplőt sokkal nagyobb tehetséggel kell eljátszani, mint egy pozitív. Igen, már ezt csinálom nagyjából harmadik éve. Átkötöm a másik témánkhoz ezt a dolgot. Miköze ennek a színháznak a gázai övezethez. Illetve az ötlethez, mert az ötlet még nem hangzott el. Két ötletet kötünk össze akkor. Ja. Tehát... Nem. Van egyébként, van. Csak... Van, csak nem annyira, tehát igen, a cirkusz van leginkább. Mostanában vérbálokat rendeznek. Meg cirkuszt. Szóval, előző adásunkban elmondtunk, csak nem hallottátok, hogy, de nyilván olvastátok a Bombagyáron. Van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy vigyünk egy víztisztító készüléket a gázai övezetbe, ahol igaz, hogy most így átmenetileg abba hagyták a nagyon lövöldözést, kicsit azért lövöldöznek, hát ez már bőven sok lenne egyébként az európai ember tolerancia küszöbének, ha őt lőnék ennyire, de az ugye nem Európában van. Tehát azért elég csúnyán ott működnek a zsidók, lövöldöznek a palesztinokra, tehát kimegy a farmra a kis palesztin emberke, hogy összeszedje a borsót, hogy legyen valami tenni a családnak, a zsidó meg lelövi őt a falnak a tetejéről, mert ugye fal veszi körül ezt az egész zónát, mert úgy gondolja, hogy neki ez lehet, vagy kimegy a palesztin halászni, és jön az izraeli naszár, és szarrá lövi a hajóval együtt, és akkor apuka így nem megy haza. Meg lehet nézni például Bogartnak a weboldalán egy néhány videót ilyen családok túlélőivel, hogy hogyan írtottak ki egész családokat a zsidók. Na mindegy, egy ilyen helyre szeretnénk mi elmenni, hát ha minket is kiírtanak. Nem ezért alapvetően, hanem ott vannak kórházak, akik borzasztó állapotban vannak, mert őket is bombázták, meg nem nagyon kapnak ellátmányt. Most épp kapnak, mert most beengedik az ENSZ-t, aztán majd, ha úgy döntetek, akkor megint nem engedik be, túl sok gyógyszert kaptak, ilyesmi. Lényeg, hogy egy ott működő gyermekkórháznak szeretnénk eljutatni egy víztisztító berendezést, aminek az a funkciója, hogy szennyvízből ivóvizet csinál, mégpedig elég nagy mennyiséget, 10 litert percenként, ez a csúcs teljesítménye. Ezt a Dömesinisz néven a Bombagyáron megtalálható gyárlakotásunk tervezi és építi jelen pillanatban, az ára 290 000 forint, plusz tartalék alkatrészek mi egymást, tehát egy 400 000 forint az, amit szeretnénk, hogyha összegyűjtenétek, meg mi is adunk bele persze. Tehát ezt a pénzt szeretnénk, hogyha összeadakoznátok, és ennek a részleteit megtaláljátok a Bombagyáron. De most ez hogy kerül ki oda? Hát a legegyszerűbb az lenne, hogyha kezébe nyomnánk a vörös keresztnek, csak hogy mi a Bombagyár vagyunk, nem bízunk a vörösökben, még a kereszt is. Mi ezt személyesen szeretnénk elvinni Gázába. Ehhez viszont nem adományt fogunk gyűjteni, hanem mindenféle dolgokat, repülőt, igen, mindenféle dolgokat fogunk majd készíteni, amit ti majd megvehettek. Többek között Bombagyár pólót is, ami korábban is volt, tehát most lesz megint egy néhány nap múlva, most adom le a rendelést a jövő héten. Tehát lesz Bombagyár póló, illetve lesznek különféle DVD-k, és ez az, ami érdekes nektek, az Egyharmad Holokauszt című filmnek a szinkronját a jövő héten befejezzük és megy gyártásba, ami egy a holokausztal kapcsolatos hazugságokat nagyon-nagyon elegánsan leleplező film. Ez egy olyan film, aminek, hogyha kiderülne, hogy ki a készítője, valószínűleg meggyilkolnák, és ez nem túlzás, és nem, ez tényleg így működik az Egyesült Államokban, hogy ott ilyeneket csinálnak, ez és is ott készült. Ott elég komoly szerepem van, ugye, mivel narrálom ezt a filmet, tehát már csak ezért is mindenkinek ajánlani tudom, hiszen olyan, hogy is mondjam, audio, illetve egy kicsit vizuális, de leginkább audio élmény ez, ami gyakorlatilag egy orgazmussal felélő. Én ezt mondjuk annyira nem, de mindesetre a film az jó. Inkább a vizuális élményt tudom javasolni, mert ez nem úgy készült, hogy rábasztunk egy feliratot, aztán hadd szóljon. Ezt is már meg kéne köszönnötök, de nem ezt csináltuk, hanem tényleg szinkron, szépen a feliratok, az angol feliratok kicserélve magyarra, a magyarázó szöveg. Tehát ez elé le lehet ültetni a buta faszkalapot is, aki tényleg olvasni nem tud, mondjuk azt azért kell, hogy tudjon, mindegy, hogy ne szebb az meg, ezt nézd meg, és utána mondjad, hogy volt holokauszt. Egy fantasztikus munka, tényleg, ezt nagyon sokat dicsértem már. Lényeg az, hogy ez egy dupla DVD-n fog megjelenni, illetve meg fog jelenni egy olyan DVD, aminek az a címe, hogy Bombagyár Rádió. Na, ez egyszer már megjelent. Ezen az első 40 adásunk van, és a 2008-as TV riportok, csak hát hamar elfogyott, és sokaknak nem jutott, akik szeretnék. Na, ezt is újra gyártjuk. És ez már tényleg audiovizuális orgazmus. Az már tényleg. És ami még egy újdonság lesz, az úgynevezett T-bomba DVD, ugye T-bomba a Bombagyár torrent oldala, amin olyasmiket is meg lehet találni, amit más torrent oldalakon nem igazán. Tehát meg úgy egyáltalán az interneten. Meg úgy általában az interneten, tehát dokumentumfilmek, könyvek, régi filmek, betiltott anyagok, elhallgatott anyagok, mi egymás, és ezekből azoknak, akik nem szeretnék a fél életüket válogatással és letöltéssel tölteni, egy szép kis DVD-t állítunk össze,
rajta lesz mindegyiken ez, meg az egy sorozat lesz, tehát legalább 4-5 DVD-t fogunk kiadni. Meg hát azt se felejtsük, hogy sokan a torrentezést nem nagyon ismerik, és a használatát úgy érzik, vagy úgy értik, hogy csak le kell tölteni dolgokat, de hát ugye itt van egy szabály, hogy vissza is kell tölteni hasonló arányjal, mert kizárnak. Ez rosszabb tehát magyarul neked is meg... kell adni valamit, tehát ez nem olyan, mint a könyvtár, hogy mindjárt van, hanem neked is kell betenni ebbe a könyvtárba. És éppen most folyik a komoly pereskedés a Pirate Bay-nek a, azt hiszem, 4 tulajdonos üzemeltetője ellen, mert a gonosz emberek már megosztanak ilyen dolgokat. Hát igen, a The Pirate Bay az a világ egyik legnagyobb torrent szervere, de ez minket nem érdekel, mert a világ egyik legkisebb torrent szervere vagyunk, tehát nagyon hátul vagyunk a listán, semmi probléma, de nem egyébként sem varez van, meg ilyesmi, tehát amire így háklisak, hanem itt olyan 20-as években készült film, meg könyv, meg ilyenek, amit nem igazán reklámoznak. Vagy ilyen magánkiadású könyv, amit úgy különösebben nem kapsz már meg sehol. Illetve nem sokára a Hunnia, hát ha nem is az összes száma, de minden a tulajdonomban lévő régi szám, hadd ne kelljen bemutatnom. Kelljen, mert azért vannak fiatalok. Tehát az, hogy mi tudjuk, tehát... Hát gyakorlatilag, bár erről akkor majd Dragon tud beszélni, hiszen ő egy ideig társszerzője volt ennek a újságnak, gyakorlatilag ez a rendszerváltás utáni magyar öntudat lapja, hogyha én ezt mondhatom, legyen elég annyi róla, hogy volt benne minden, ami most kellene egy nemzeti labba. Bombagyár papíron. Bombagyár papíron, szó szerint nagyon színvonalas, nagyon jó újság, és természetesen folyamatosan sírtak a parlamentben miatta, sikerült is tönkretenni. De a bombagyárat... De nagyon lassan egyébként. Egy szóval ezt is beszkeneljük, de mindegy, egy szónak is száz a vége, miköze ennek a bombagyár színházhoz, kérem szépen az, hogy azon gondolkoztunk, illetve ez Dragon fejéből pattant ki, meg továbbfejlesztettem, hogy ezt az első színdarabot, ezt nem is annyira színdarabként kéne kapásból megrendezni, hanem hangjátékként, mert az ugye jóval olcsóbb, és csak hang kell hozzá, tehát készíthetnénk egy ilyen rádiójátékot lényegében, aki szeretne ehhez hangot adni, szerepelni, úgy érzi, hogy ilyen színészi affinitásokkal bír, az jelentkezzen nálunk, és részt vehet ebben. Mi ebben a jó, egyrészt az, hogy csinálunk valami nagyon aranyos dolgot, tényleg nagyon jó, még egyszer elmondom, ez a színdarab. A másrészt viszont az a tervünk, hogy ezt, mint tartalmat föl fogjuk tenni a bombagyára, honnan le lehet tölteni, de ezzel is a gázai utazást lehet támogatni, ugyanis ez egy MLD-as SMS ellenében lesz letölthető, ami egy 400 forintos költség lesz, vagy 800, vagy meglátjuk, hogy mennyire van MLD-as. Nem egy hatalmas költség, de egy olyasmit kaptok érte, amit mi készítettünk, és tényleg valahova kerül ez a pénz. Most mielőtt még valaki fölpattan nagy dühösen a hangfalak elől, hogy de hát az MLD-os SMS-nek a fele az az aggregátor céghez kerül, ez nem feltétlenül így van, ugyanis kiderült, hogy egy nagyon kedves régi barátom és kollégám konkrétan egy SMS aggregátor céget üzemeltet, és úgy néz ki, hogy meg fogunk tudni egyezni abban, hogy ha nem is az egészet, de mégse az egy uzsorakamat jellegű sápot szedjen le rólunk, hanem itt egy ilyen 15-20%-ot. Szóval hát akkor ez... hamarosan el kell készítenünk a Bombagyár bárszínházat, és akkor minden médiumon keresztül tudunk szólni. Én a Bombagyár pornó csatornát szeretném, mert ott tudti, hogy ott nem panaszkodna senki, hogy mennyibe kell. Hát ezt már ugye említettem, csak hát ilyen vicceket. Igen, és ezt szeretük volna elmondani, hogy mindazok a csinos és kedves lányok, akik affinitást éreznek magukban, hogy egy gázai víztisztító kedvéért megmutassák bájaikat, és esetleg így is próbáljuk. Attila nem hallgatja, remélem. Minden blogi, mond tovább. Nem, én sokkal inkább olyanokra gondoltam, hogy tudjátok, vannak ezek a nácis pornófilmek, meg ilyenek, ezt meg lehetne csinálni nagyon magyarban is. Tehát nem tudom. Attila hátulról szereti 8, meg eddig így el lehet. Jézusom, mit fogsz ezért kapni? Szerintem, hát ha nem lehet ezzel viccelődni, gyerekek, akkor pocs. Nem tudom, Attila röhögne ezzel szerintem? Nem érteni, hogy most ez mi ez az egész. Jó. Meg mit számít? Tehát nem jött még el az adásba, pedig hívtuk. Majd akkor. Na. Keresjük a sírját. Ebbe se áll ma esetleg. Jó, oké. Ez az. No. Végünk van. Teljesen. Akkor még magyarozzunk. Ugye említetted, mi a címe a darabodnak, amit még nem mutattál? Táltos herceg. Már az jut eszembe, hogy én ma néztem a magyar, nem ős-magyar Táltos Egyház honlapját. Hú, gyerekek, hogy én, ezek a hülye magyarok, hogy tudom utálni, na mindegy. Szóval ebben van egy Kovács magyar, nem tudom, András, na most ez Kovács András, csak oda tette, hogy magyar, mert ezt érted, ha nem lenne egyértelmű. És az a lényeg, hogy tehát ők ilyen übertáltosok, tehát ilyeneket csinálnak. Egyébként az egészet azért kerestem, mert egy rezonanciás mérés, nem tudom mi kell, mert természetgyógyász azt mondta a barátnőmnek, hogy azért nyugtalan, meg azért nem alszik, mert vízér van az ágy alatt.
Jó. Ez alapvetően annyira nem lepett meg, mert ugye én ezekről már hallottam, hogy vízér, meg hátzömbvonal. Ilyen helyekre mászkál, ahelyett, hogy rendesen kinyalnád. Hát ez nagyon csúnya dolog volt. Tehát vízér, meg hátzömbvonal, meg ilyenek. És ez rendben volt, egyébként nem biztos, hogy Hádzön H betűs, mindegyébként magyar találta ki, csak egy német tudós írta le. Ugye ezek elvileg mérhetetlenek, már nem a vízér, hanem ezek az energia dolgok, amik a te aurádat ugye szétcseszik a föld alatt. Amire tehát... te gondolsz, az az emberi hiszékenység, az mérhetetlen. Na mindegy, szóval van így a földben, meg ízé. Nem baj, mert nekem a volt tesi tanárom is ilyeneket méregetett, tehát volt egy tesi óra, ami rendhagyó volt, nem kellett átöltözni, megjelent ugye a rúddal, és így bemért mindenki. Nem baj. De mondom, tehát egyébként nem. Tehát én nem akarok senkit megbántani, tehát lehet, hogy van benne valami, nem ezt mondom, ez egy olyan dolog, hogy ha a Szent Koronáról ír valaki hülyeségeket, meg olyanokról jön, hogy mi a Nibiru bolygóról jöttünk, meg Atlantis, meg izé, az egy dolog, az még nem jelenti azt, hogy ugye minden hülyeség, ami a Szent Koronáról szól. Tehát ugye ez a helyzet, lehet, hogy van benne igazság, csak aztán, mert mondta is nekem ez a tanár egyébként, hogy ugye az a baj, hogy a Szent Korona rossz felé néz, és hogyha azt elforgatjuk, akkor jó lesz az országnak, meg nem tudom, akkor ezt még ilyen kis furcsa dolognak tartottam, de most rákerestem ezekre a vízerekre. Hát ugye az első találatok között volt valami mágus, aki leírta, hogy nem lehet ezeket kivédeni, pedig már emberek csinálnak ilyen alumínium lapokat, amivel el lehet téríteni ezeket a sugarakat, de ne higgyük el, rákosak leszünk, már mint én, mert hogy itt ezen a kereszteződésen fekszem, és felsorolt, hogy 50 betegséget, hogy ezeket lehet kapni. Tehát bármilyen betegséged van, az tuti, hogy vízér miatt van, mert az biztos, mert felsorolt mindent, ami létezik. Ha vízér fölött van, akkor rossz lesz az adás a számítógépet, akkor kevés lesz az FPS-et csébe. Körülbelül. Mindegy, ez nem zavart, átkattintottam a másik oldalon, mondom, azért a mágus az egy dolog. Lehet, hogy téved. A második oldalon egy animált GIF naposka mosolygott rám, és oda volt írva, hogy ilyen vonalak, olyan vonalak, így halsz meg úgy. Jó, ezeket elolvastam, nagyon érdekes volt, és nézem, hogy ilyen gombok vannak, hogy Szent Korona, meg Trianon, na hát milyen érdekes. Megtudtam, hogy ugye Trianon is nem vízéren fekszik, hanem valami nagyon-nagyon így nagyon elkúrtak, ami ugye alapvetően végül is igaz, de Szent Koronáról is megtudtam nagyon érdekes dolgokat, amiket most itt nem tudok idézni, mert az kimerítené a szentségtörés fogalmát, de nagyon érdekes volt, és akkor ezek után gondolkodtam el azon, hogy miért nem hittük, vagy értettük, hogy miért néznek minket hülyének. Tehát amikor fölvesszük ugye a Nagy-Magyarországot, vagy a Turul, vagy a Szent Korona, akkor egyesek jogosan húznak egyenlőségjelet másokkal, amit mi annyiszor mondtunk, hogy milyen rossz, hogy amikor a Kossuth téri tüntetők, meg mi, meg mások. Ezzel szemben a Kovács Andrásról azért végül is, mint ilyen egykori szakmabeli, azért hadd mondjak néhány érdekeset. Most eltekintve attól, hogy ő egy nyíregyházai származású ilyen viszonylag egyszerű ember, aki annak idején a Henselmann Imre utcában a Vojt Ági színésznő által működtetett úgynevezett szépségszalon és természetgyógyás stúdióban tanult ilyen kozmetikai és természetgyógyász masszást. Ő később kikiáltotta magát táltosnak. Ami hát ugye, mivel hogy ugye egy űrt kellett betölteni, mert akkoriban, mikor ez így a 90-es évek elején így elkezdett működni, ő még ilyen első madárként, első fecskeként így sikerült rátennie a kezét arra, hogy táltos kultúra. A fecskének egyébként nincs is keze. Jó, ez igaz, nagyon szép képzavar, de hát végül is az ellenség keze is be tudja tenni a lábát, úgyhogy semmi gond. De a fecskének töke van? Természetesen van, csak a kloakáján belül. És na, igen. Éreplési sebesség. Ez attól függ, hogy a töketlen vagy, igen, az tehát afrikai vagy a nem afrikai. Szerintem mindenki látta, bocsánatot kérünk. Igen, elnézést. Ez csak azért, hogy ne legyen jó műsor. De Kovács András barátunk annak idején nem kisebb dolgot követett el, mint Gyurcsok Józsefet, a Budapest Televízióról jól ismert varázsló természetgyógyászt, konkrétan Magyarország szakrális királyává koronázta dobogókön. Ez olyan, mint a cigány vajda? Olyasmi, csak abban is van 8. Igen, na most én annak idején, mint ilyen praktizáló természetbűvész, gyógyász, kaptam meghívást ezektől a jó emberektől a Gyurcsok József bemutatkozó buliára, egy hajóra, ahol egyébként többek között a bűvályos harangozó Terike is fellépett, és énekelt egy Gyurcsok Józsival kettesben, tehát duettben a Gyöngyhalász című produkciót, ami hát egy hátborzongató élmény volt. Minden esetre így Gyurcsok Józsi barátunk
konkrétan egy ilyen megvasalt ládából elővett hát egy ilyen körülbelül 30 kilónyi aranyat, ami aranykorona volt, tehát ilyen szakrális királykorona volt, akkor szakrális királynő korona volt, jogar volt egy olyan irdatlan hegyi kristállyal, hogy az egymagam megért vagy másfél millió forintot. Ezen kívül szakrális király nyaklánc, szakrális király gyűrű, szakrális királynő nyaklánc, nem, az nem, szakrális királynő gyűrű, mondom én, hogy cigány vajda, övcsat, és ami a legjobban megrázott, hogy aranycsizma. Tehát, hogy mindezeket így bemutatta. De ez honnan van? Mert ő a Börzsöny felét is felvásárolta ilyen igaz, kis izének. Mivel, hogy baromi egyszerű, rengeteg ember járt hozzá, mint a visegrádi csodatevőhöz. Hát ugye ő annak idején látható volt a Déri János nulladik típusú találkozások című műsorában is. Ezt tudom. Mint a visegrádi csodatevő, csodagyógyító. Na most a Hunniára visszatérve, hogy nekem meg a Szabó Feri mesélte, hogy ez a Gyurcsak Józsi egyébként előtte, mielőtt csodagyógyító lett volna Visegrádon, előtte egy alkoholista kőműves segéd volt Érden, ahol Kunszabó Feri is. De kigyógyult. Kigyógyult olyan szinten, hogy az előző feleségét meg a gyerekeit rendszeresen részegen egy kisbaltával kergette az útban. De Péter Gábor is kezdte. Csak az Szabó volt. Már az Eisenberger Benjamin gondolsz, mert hogy azért legyünk hülyek. Oké, persze, de most nem akartam igen belemászni a múltba, mert ez igen még csak egy rasszista dolog. No, lényeg az, hogy Kovács András barátunk már a Hír TV-n is beszélt arról, hogy milyen egy fantasztikus nagy kultúra vagyunk, és olyan iszonyatos blőd baromságokat tudott összehordani. De tudod mi egyébként a ős magyar tártos egyház célja? Mert egyébként nem olvastam. Tudom, hát Kovács Magyar András által felállított hittételeket terjeszteni, bon, illetőleg Kovács Magyar András által kijelölt helyekre tártos padokat tenni, majd ezeket a padokat Kovács Magyar András által készített, Kovács Magyar András szerinti módon Kovács Magyar András által logózni, a Kovács Magyar András által készített, tehát ilyen szintű. Tehát ez így a feladatuk. Szevasz. Ezzel szemben viszont van ilyen, hogy tátos iskola, meg tátos képzés. Hát 30 ezer forint per óra. Meg tátos 2, meg van tátos 3. És akkor ezeket mindig, igen, ahogy mondod, 10 ezer, 20 ezer, illetve 30 ezer forint per óra díjért, így ilyen tátos képzettséget lehet szerezni. Jó, hát tudod, mit írtak múltkor? Ezen letettem a hajam. Kisgyerek, nem tudott aludni, két kisgyerek. Megvizsgáltuk a lakást, szellem van rajta. A gyermekek ágyában feküdt két szellem gyerek, és hát őket kellett el. Most van ilyen, hogy, szellem, hogy bele. És akkor így, hát nem tudom, szellem ágyon szellem. De a gyerekek hogyan szállnak akkor szellemágyban? Hát a gyerek először szellent, és ezáltal belemondta. Ne, ezt nem mondod. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy el tudják űzni, most ez egy 5 perces dolog, és ez 10 000 forintba kerül. A két gyereknél gondolom már kétszer 5 perc, meg 20 ezer, mindegy, szóval vannak ilyen dolgai. A másik oldalon meg azt olvastam, hogy ugye a Szent Koronának tehát a hatalmat, ez mint volt természet, vagy tehát mint természetgyógyász, nem tudom, vagy hogy te mi vagy, ilyen fura, ilyen Robinson Crusoe-s, tehát te mint így ember, hogy... Robinson hogy van, nullától ezerig lehet mérni a hatalmat. Igen. Mármint, hogy így. Mondják. Na most én kíváncsi vagyok, hogy a bombagyár az milyen szinten van, nem ez a lényeg. A Szent Koronának normális esetben ezt írják, ezer a hatalma. Aztán, amikor ugye ott a hátulján képeket cseréltek, ugye erről van sokféle. Igen, tovább, igen. Figyeljetek akkor... be, ajánlom Pap Gábor Angyali Korona Szent Csillag című munkát. Pont ez, amit nem kérdeztem. Tehát 973-ra visszaesett ez a hatalom izé. Aztán 2007 decemberében visszament 1000-re, és már 2007 januárjától csak annyit, hogy egyébként a Vatikán ilyen... Ja nem, már keverem, mert van valami rezgés, van valami rezgés is, valami csúcsrezgés, ami energiarezgés. Na mindegy, most egy hasonlításokat mondok, a Szent Koronának mondjuk 600, a Vatikánnak 500, tehát ugye az a max, amit ismernek. Mindegy, tehát nem, a Szent Korona a csúcsrezgő, nagyon király, és a magyar nép már most jelenleg, ezt a mai adatot néztem, 645-ös
ilyen energiarezgésem van, ami hát sokszoros a minden más népé nemzeté. Csak jelzem. Jó, erről tudod, mi jut eszembe, hogy Németországban börtönbe akarnak csukni most egy grafikus, mert a Simpsonsból rajzolt egy pornó változatot, és úgy döntöttek, hogy ez gyerekpornó, mert oké, hogy nem használt fel hozzá gyereket, de gyereket ábrázolt, és a gondolat a lényeg, és kapjon 5 évet. Tehát az a baj, hogy minden vonalon annyi hülye van ezen a bolygón, hogy ezt az egészet így meg kéne lökni így bele a napba, de lehet, hogy a napnak fájna. Komolyan elegem van ebből a bolygóból, vándoroljunk ki. Mi a Nibiru-ra? Például a Nibiru-ra. De tényleg most Atlantis vagy Nibiru? Ezt se tudom. Mindenhonnan jöttünk. Meg az Atlantisról. Vagy hogy a Nibiru-ról jöttünk Atlantisra, és aztán vagyunk mi most itt. Amúgy az előbb mondtad ezt a cigányvajdás dolgot, ez egy érdekes, és meg kéne kérdezni a hozzáértő emberektől, hogy hogy is működik. Mert a cigányok maguk úgy tudják, hogy van vajda, meg így igen, zsír, és így a vajda az így a főnöke mindenkinek, és amikor így, tehát ez bármelyik cigány, amelyik cigány, ez így mondja neked, hogy igen, akármi. De amikor megkérdezed ugyanezt a cigányt, hogy és te melyiknek a fennhatóság alá tartozol, akkor ő a legnagyobb magabiztossággal azt fogja mondani, hogy semmelyiknek. Tehát akkor mi értelme van az egésznek? És ki tudja, hogy mi értelme van, és miért élnek? Nézd, nekem ez jut eszembe, amikor van ez a Uber Vajda, aki mostanában nagyon Vajda, nem jut eszembe a neve, a Hunhíren szokták őt emlegetni. Tehát tudni kell, amikor volt Siófokon ez a sok büdös cigány fölvonul, a média meg síri kussol, a rendőrség nem különben, de ez ugye most téma lett a Marian Kozma gyilkosság kapcsán, akkor ez a Vajda, ez ott vonult ezekkel a rohadék géppuska elé való szemétládákkal, a Vajdabottal, ami a békét és a szeretetet jelképezi, hogy ne legyen baj. A békét és a szeretetet azt május 1-én jelképezi, nem tudtad? Ezt nem tudtam, hogy május 9-ről tudok, május de... Május 1-e a béke és szeretet ünnepe. Lehet, de én amondó vagyok, hogy békének és szeretetnek nincs helye ott, ahol ilyen sztojkák gyűjtik a bodzát, tehát mindegy, ez majd az egyik hírben benne lesz. Na figyeljetek, még van 4 perc a következő blokka, 3 perc a következő blokkig, egyszer tartsuk pár be a műsor tervet, tudom, a főcím másfél órát mond, de sose bírjuk ki. Programajánló. Jó, igen, el ne felejtsük, mert egy kicsit elkanyarodtunk, tehát aki affinitást érez magában, hogy a Bombagyár Színház munkájában bármi módon, de főleg színészként, mert világosító meg hangkeverő az annyi van, mint az istennyila. Színész... De azért az sem árt. Az se árt, ha van valóban, de abból nem kell 5. Színészből annyi kell, mint az istennyila, mert az mindig kell. Igen, tehát hány szereplője van ennek a darabnak? 21 szereplős, 21 plusz 4-5 statiszta. Na kérem, ennyi színész nem lehet összeszedni, tehát ezért mondtam, hogy ez nem igazán egy kezdő darab, de van egy csomó más, tehát én például kinéztem már Rejtő Jenőnek, van a kevésbé ismert színpadi darabjai, amik egyébként fantasztikusak. Hát meg eleve a srác, aki csinálja ezt a Bomba Színházat, ő egy filmrendező, meg színi, nem tudom mi, és neki van egy darabja egyébként, tehát nem a darabokban van hiány egyébként. Jaj, azt ismerik, a Salamon Béla mondta. Ki volt a Magyarországgal ulejte? Wiesenmeyer. Wiesenmeyer elé oda vezették, hogy na ez itt a Uber főzsidó színész, mit tudom én. És így megkérdezte tőle, hogy mit gondol Hitlerről. Most ezt nem tudom, hogy ez urbán legend, vagy tényleg megtörtént, de Salamon Bélát ismerve el tudom képzelni, hogy mit gondol maga Hitlerről. Hát kérem, hogy mit gondolok. Hát mit gondol róla, milyen szónok? Ó, kiváló, nagyszerű. És milyen politikus? Ó, nagyszerű. És milyen mondjuk, milyen színész? Hát, ezt még nem tudom, de szeretném mielőbb minél több darabban látni. Ez egy zsidó vicc. Ezen lehet nevetni. Mm-hmm. Ez Salamon Béla mondta. Egyébként magam a Vajda rendszernek vidéken van jelentőséget. Salamon Bélán, hát mai ifjúság. De vidéken mai napig van. Mindenségnél meg meg. Konkrét, ez a Vajda, ez egy ilyen... De figyelj, ha Rostás Árpival elbeszélgetsz, ő nem egy nagy darab ember, de amikor verekednek a kancigányok, és ő bemegy oda a kocsmába, akkor ott csönd van, meg vigyázállás. És ez bennük van. Figyelj, jó, azért van egy géppisztolya. Igen, meg 500 kigyúrt kancigány, de most ez lényegre. Nem, itt tényleg az a helyzet, hogy ez egy olyan kulturális nyom, ami de magyarban is nem egy kulturális nyom van, figyelj, nem, az, hogy mi nem ütjük a nőket, ezt ezerszer megbeszéltük, ez egy olyan kulturális lenyomat, amit mi már nem tudunk, de ez egy ránk jellemző, többek között, illetve ezekre a rokon népcsoportokra jellemző tevékenység, illetve hiány. Magyar ember evés közben nem beszél, a temetőben jó, mondjuk ez is ilyen közhelyszerű. Na például nem szarik a szoba közepére, a cigánynál ilyen nincs. A másik viszont, hogy náluk volt, nagyon komoly tekintélyelvűség volt. Jó, nem a városi cigányban, meg nem a 90-ben bevándorolt olá román cigányban. Jó, ezzel nagyon okos vagy, meg kúrosokat tudsz, hogy minden, csak az a poén, hogy ez az egész Vajda, mint intézmény, ez náluk nem alap, nem természetes, ez nekik soha nem volt.
ez így kívülről lett berakva, hogy figyeljetek, hogyha már mi nem de, titeket megregulázni, akkor legalább... De működik, tehát működött, tehát ez nem volt gond. A csendőrrel együtt működik. Így van, ez nem egy működik. Most, hogyha én elkezdem szívni a véred, akkor nem azért nem fogsz megölni, mert itt ül mellettünk a rendőrt, mert amúgy nem. A programajánló következő blokkra marad. Igen, hanem azért, mert tudod, hogy nem. De ők azért nem csinálnak gonoszságokat, mert éppen ott van a vajda, de hogyha nincs ott a vajda, akkor le van szóval. De ez nem így van, hogy tehát ez együttműködik, ahogy mondta Tamás is, a csendőrséggel, és önmagában maga tudat, hogy van egy megbízható vajda, segít, az csoport összetartó, figyelj, kezeld úgy őket, mint az állatokat. Olyan mint a nyáj. Ez egy csoport összetartó. Egyébként, hogyha ez most így durva volt, akkor nagyjából az a helyzet, amikor, mint a pap, meg az ő nyája esete. Megvan a csoport összetartó erő, most azért nincs, mert olyan emberek ülnek, vagy olyan emberek vajdák, akiket senki nem választott meg, akik nem is lehetnek származási alapon vajdák, meg a szabályaik szerint, úgy meg nyilván nem fogják komolyan venni, és csak tönkretették a vajda rendszert. Most már nincsen ereje. De te, mint Gázsó, nem tudom, hogy tudod kijelenteni, hogy számukra a vajda rendszer nem erős. Hát egy szó mint száz, egyébként megint a Hunhírre hivatkozom, ott van egy nagyon érdekes cikk arról, hogy Hank is elemér, aki egyébként nem lehet rá túl sok jót mondani. Nemrég írt egy cikket arról, hogy a Horthy rendszerben sokkal jobb volt a cigányoknak, mégpedig azért, mert hagyták őket a saját kis kulturális tevékenységüket végezni, csak azt nem tűrték el, hogy a kóbor cigányok balhét csináljanak. De onnantól kezdve lehetett az egy üstfoltozó, egy muzsikás, egy szekkovács, akármi, csináljon, amit akar, de nem csináltak belőle segédmunkást, mint a kádári időben, mert a kádári idejében tényleg csak lapátolni mehetett el a cigány. Nem lehetett például lókupec, ma ugye autókereskedők a cigányok, a normális cigányok, kimész például az Ecserire, ott rengeteg cigány autókereskedőt találsz, ez nem véletlen. Tehát ezeket hagyni kell a cigányoknak, hogy csinálják, és ebből lesz a vajda egyébként. Múltkor miatt hallottam, a Ecseri használt autópiac, ott van egy ilyen kis büfé, nem baj, és így kérte a Coca-Cola Zero-t, hogy a főnök úr legyen már szíves, egy nullas kólát adjon már. No, uraim, szünet. Akkor hallassunk zenét, és ezt én mondtam. Goszmi, szóval a programajánlót azzal szeretném kezdeni, hogy Tomcat kikapcsolta oda nekem a mikrofont, és ő volt a hülye, és kikapcsolt mikrofonba beszéltem, mert Tomcat hülye. Bazd meg! Minden műsor előtt ötször megnézzük, hogy be van kapcsolva a mikrofonod? Igen, de biztos? Biztos. De végig, mi vagy te, torockai? Még jobb is, hogy nem hallották, hogy milyen baromságokat mondasz nézem, az első. De itt nézem, hogy a tökér vagy már megint ilyen halk. De hallatszott. Mert nem volt annyi agyad, hogy ezt a kis pöcköt, ami ott van azon a kurva mikrofonon, de mi a fasznak kikapcsolni honnan? Azért, nekem. Mert amikor egy hétre elteszem, akkor kikapcsolom. Mert hetente veszünk fel adást, te, sikagyú, úristen. De tehát így ki van húzva, össze van tekerve egy kicsike csinos gurtniba. Ki van kapcsolva, mert tűktigurak vagyunk. És akkor oda kikapcsol, aztán mamon. Jézusom, te faszopó birka vezér, nem lehetsz ilyen hülye? Na, programajánló. Programajánló, na. Szombaton rengeteg koncert lesz, felsorolom. Cheat, Olykor, Daily Terror, Magozott Cseresznye, Fehér Virágok, Romeo Vérzik, Pokolgép, Ismerős Arcok, Kárpátia, Patrióta, Radical, Nevergreen és Lord. Ez mind lesz, csak sajnos nem egy helyen. Nézzétek meg a szentkoronaradio.com-ot a programajánlóért, a franc akarja felolvasni az egészet. De valóban ez a szombat nagyon tele lesz nemzeti és hasonló koncertekkel. Miért? Ne zenélni akarnak. Mert emelkedik a nemzet fénye. Így van. Egyébként némelyiktől tényleg. No, február 25-e viszont a kommunizmus áldozatainak emléknapja Magyarországon, mert ugye van egy nemzetközi, meg van egy magyarországi, ide is eljutottunk, nem tudom hány év kellett hozzá, meg hány millió áldozat, mindegy. Ez az évfordulója ugyanis Kovács Béla kisgazda politikus, a pártnak a főtitkárának, a 1947-es letartóztatásának és Szovjetunióba hurcolásának. Egyébként az ő szobra áll most a parlament mellett a Kossuth téren, a parlamentnek a északi oldalán, a metró kijáratától a Duna felé egy kicsit. Tehát február 25-én... Az a déli. Kíváncsi voltam, hogy figyelsz-e. Hát jó. Na. És mi vagyunk a faszok? Így van, mert nem kapcsolod be a mikrofont. Kíváncsi voltam, hogy figyelsz-e. Hát persze. Szóval, 2009. február 21-én szombaton 18 órától filmvetítéssel egybekötött élménybeszámoló a Zsámbé kiművelődési házban, az Egyeki utca 2-ben. Ez nagyon érdekes lesz. A címe Pannonia és a Robur expedíció az őshazán keresztül a pekingi olimpiára. Tehát ugye ezek voltak a srácok, akik fogtak egy robúrt, igen, azt az old school klasszik szociál szutykot, amivel így a közértbe hordták a tejfölt, és háromszor lerobbant sarkonként, és ezzel képesek voltak Kínáig elmenni, meg vissza. Vannak ilyen mozoista állatok, ők azok. Ez pró. Igen, csörög a telefonom, mert miért ne?
Mert a mikrofont ki kell kapcsolni adások között, a telefont viszont a nem. Telefonnal mérem az időt, mivel hogy a kamerán nincsen óra, és ebbe viszont van stopper óra. Tudod, mert a műsor előtt megbeszéltük, és úgy örülök, mikor valaki csak azért is belecsörög a műsorba. Na. Szóval akkor csak belecsörögtek a műsorba. Csak belecsörögtek, fogd be a pofád. Szóval, Rob úr, expedíció az őshazán keresztül a pekingi olimpiáról. Vendégünk az expedíció tagja és az olimpiai aktivisták. 21-én szombaton 18 órától a Zsámbéki Művelődési Házban. És a büfében szívesen fogadnak süteményeket és italokat. Így van. Mondragonnak kellett mondani. Igen. Igen, tehát süteményt és italt vigyetek, mert szegény a büfé. Na, le vagyok taglózva. No. Tökre. Nagyon lelkes vagyok ezek miatt. Olvasói levelek. Gabucsino írta, Pina. Ha akar, mented, ezt írta. Pina, ha akarjátok, megemlíthetitek valahol, hogy kedvenc szilvási miniszterünk idegösszeomlást kapott, azért nyaral Dubajban és Tájföldön. Remélem, hogy megbassza egy taliga majom. Apró majom, mert abból többféle taliga. Egyet rágálabb a Tájföldön igen agresszív majmok vannak, ezek az ilyen makákúfélék, emlékszem mikor. Az a kis lófasz. Az a kis lófasz, az széttép téged, hogyha falkában neked támad. Mert mint a pirányák, csak a csontvázadat hagyják. Nem, mint a cigányok. Konkrétan úgy működik, van nekik egy vezérhímjük, van egy csomó ilyen, ekkorák így. Körülbelül, mint egy pitbull, körülbelül akkora méretű, van egy vezérhím, van egy csomó ilyen, hát, ilyen alsóbb rangú egyed, és vannak az emberek. És a majmok... Azok is a csapatban? Nem, hanem így az emberek azok a majmok szemében alacsonyabb rendűek, mert el lehet venni tőlük mindent. Tehát így megy a tájföldi asszonyka mondjuk az utcán, és akkor a majom neki támad, és kikapja mondjuk a kosarából a rambutánt, vagy a banánt, vagy a mit tudom, gyümölcsöt, amit éppen vinne. Én vinnék mérgezett banánt, sétálgatnék vele föl alá. Én jó, de nem lehet, mert blendtek védettek. Márkájú háromlóerős konyhai blendert, és kipróbálnám. Will it blend? Igen, YouTube-on keresetek rá, van egy ilyen állat, cég, Blendtec neve, reklámot csinálunk nekik, de annyira vicces, hogy muszáj, tehát több millió találata van már. A lényeg az, hogy csináltak egy ilyen iszonyatos állatbarom, ipari minőségű darálógépet. Ez egy közönséges konyhai eszköz egyébként, egy turmix gép, a lényeg, hogy három lóerős, és ehhez mérte mindent, szó szerint mindent ledarált. És így lehet nekik írni, hogy szia, szeretném, hogyha a jövő héten ledarálnátok ezt. Golfütőt, evezőt, marékgyémántot, akármit, és megcsinálják. Fogják, beteszik és ledarálják, és így fölveszik videóra, hogy ez milyen, és ezt a YouTube-on megtaláljátok. Tehát a Will It Blendet érdemes megnézni, hihetetlen. Kristóf írta, sziasztok, nemrég MSN-en kaptam egy üzenetet, ami így szólt. Csá, ha nem szereted, amit a kisebbség tesz, akkor tegyél ki egy X-et a neved elé Marian Kozma emlékére. Az X-et kitettem, nem sokkal később egy szorgalmas fajvédő partnerem ezt küldte, akiben nincsen egy kicsi rasszizmus sem, mert mi romák többre vittük vagányságunkkal és összetartásunkkal, mint a gázsók, akkor az tegyen ki egy Y-t a nevébe annak a családnak az emlékére, amiknek az ablakán gránát repült be, mert ugye ha a cigányt bántják, az nem baj, de egy semmire való paraszt hullik el, akkor már lázadnak a buta emberek, ezért te is tegyél Y-t a nevedbe. Ezt az üzenetet küld tovább ismerőseidnek, amíg nem látod, hogy mindenkinek ott az Y a nevében. Köszönöm. Nos, szerintem itt senkinek sem kell magyaráznom, hogy milyen magas intelligenciával rendelkezett az, aki elindította ezt a folyamatot, hiszen egy épkézláb mondatot sem tudott összerakni, másrészt nem értette meg a kezdeményezés lényegét, miértjét. Ez elkeserítő és felháborító, hogy ilyen megfogalmazódik valakinek az elméjében. Szebb jövőt. Na most az Y úgy van leírva, hogy egy nagy nyomtatott Y betűt követ egy kötőjel, utána pedig O-N. Igen. Tehát effektív az Y betű az csak annyit jelent, hogy Y. Roppant érdekes, de a gázsó is gázsok nagy G-vel a mondat elején felkiáltójá van, tehát az egész levél elején. Mi az, hogy... Cigány Kéti. Mi az, hogy annak a családnak az emlékére... Mi az, hogy annak a családnak az emlékére, amiknek az akán gárnát repült be? Az akán gárnát. Az akán gárnát. Viszont mi? Mert ha egy cigányt, mert az két ível van, hát igen, és így tovább, na nem baj. Ha a cigányt bántják, az nem baj. Nem a cigányok szoktak sírlogálni, amikor esetleg valaki azt mondja, hogy nem lehet, hogy nekik nem kéne, mit tudom, egy csőstöt adni a pénzt. Tehát ilyenkor teljes lázadás, és úristen, és mi van, és meg fogunk halni. Ez így működik. Jó, hát mondjuk én azt sem értem, hogy a magyar miért írja a kisebbséget készülésre, szóval ebbe bele lehet kötni. Azt nem értem, hogy miért Marian Kozma emléké vel egy mondatban miért kerül az, hogy ha nem szereted, amit a kisebbség tesz. Mármint el lehet dönteni, hogy akkor az az X az most miért kerül oda Marian Kozma emlékére, vagy a cigányok ellen. És amellett, hogy én nem fogom megvédeni a cigányokat, mert úgy utálom őket, hogy kevesen. Tehát ez kétségtelen. De mondjuk, nem tudom, szóval ez a Kozmáról
sokan... Az egészet minősíti, hogy MSN-en terjed, és MSN-en nevedeli, és... Jó, tehát Kozmáról nem tudom, sokan most csak tehát azért beszélnek róla, mert ez történt. Róla mindenki úgy emlékszik, aki ismerte, hogy valóban jó ember volt. Mondjuk egyébként felháborít mélységesen, hogy egyből elkezdték a nagy hazafik, meg a nagyon most nagy szentkorona. De azt nem tudom, hogy miért nem szólalnak meg most, hogy, és ez nincs benne a műsor tervben, ma történt, hogy Szabadkán a cigányok egész egyszerűen kiheréltek egy magyart, mert nem tudott nekik pénzt adni. Tehát a cigány kérdés az nem magyar kérdés, de magyarországi kérdés, ez ahol cigány van, sajnos van. A legagresszívebb nép a Földön, sajnálom. Népség. Tehát én javasolnám a gázkamrát, de ezt nem szabad, mert ugye lassan büntetik még a javaslatot is. Itt szúrom közbe azt a kis apróságot, hogy az Európai Unió éppen most készít elő egy törvényjavaslatot, miszerint a homofóbiát a holokauszt tagadáshoz hasonlóan büntessék. Ezt Németországon a BTK-t fogják módosítani néhány hónap múlva. Ez nem azt jelenti, hogy te nem verheted meg a buzit, mert az eddig is tilos volt, hanem például nem mondhatod azt, hogy szerintem van egy ilyen, hogy buzi lobby, és ez így megmérgezi a gyerekeinket a hülyeségével, amikor azt mondja, hogy nyugodtan döntsd el, hogy te mit akarsz csinálni, hogy segbe kuratod-e magad, és fogadja le mindenkit, és én nem örülök annak, hogy a buzik masíroznak. Na ezért 2 év börtönt kaphatsz, ezt elmondod nyilvánosan. Na, újabb levél. Hát akkor ez... nem mondom végig, amit ugye Márián Kozmáról gondoltam, ez egy ilyen adás. Képzeljétek oda. Jó van. De most nehogy összekössük, hogy te azt akarod mondani a Marian Kozmáról, hogy, mert lesz, aki ezt kitalálja. Akartam valamit, de hát ugye nem lehetett végigmondani, mert minden fontosabb volt. Bocsánat, mondd végig. Nem mondom. Dobin élőadásban sértődik. Hisztis ribanc. Nem, az a helyzet, hogy el szerettem volna mondani, de beleszólsz egy mondat közepébe, hogy össze-vissza beszélsz, amit azért tőled nem szívesen fogadok, mert, és aztán meg verekezzünk egy másikba, így nem lehet adást csinálni. Na. Menjünk tovább. Na, mindegy, akkor most kikapcsolom a mikrofonon, az bojkottálású. Kedves gyárosok! Az van, hogy körülbelül egy éve valakitől azt hallottam, hogy Izraelben törvény tiltja a homoszexualitást. Ha ez tényleg így van, akkor azt hiszem, nem kell nektek külön megmagyaráznom, hogy miért. Egyes magyar politikusok, politikai erők igen erős ellentmondásban vannak magukkal. Ezt azonban érvként így nem használhatja a magyar, mert ugye arra nem lehet hivatkozni, hogy egy ismerősöm látott egy embert, akinek a nagybátyja hallotta, hogy. Ezért kérnélek benneteket, különös tekintettel Tomcatre, akinek talán a legközvetlenebb kapcsolata van a zsidósággal, remélem nem kapok piros gombot a rossz ízű megfogalmazásért, hogy segítsetek nekem tisztázni ezt. Segítségetek reményében előlegezett hálával levő létező. Most kedves levő létező hülyeség, Izrael az egyik legtoleránsabb ország ilyen szempontból, maximálisan nem úgy tiltva van a buziság, hanem még támogatják is. Jó, nem azok az ortodox zsidók, akik megdobálják őket Molotov koktéllal, mert ott ilyen is van, de ez nem igaz. 1956-ban volt utoljára eljárás 2 izraeli katona ellen, amiért buzultak, de őket sem ítélték el, mert a bíróság úgy határozott, hogy ez betegség és nem bűncselekmény. Egyéb iránt körülbelül az Egyesült Államokhoz mért érhető tolerancia van Izraelben, ami a melegeket illeti. De a tolerancia egyébként az impotencia húga, ugye? Olyasmi, igen. Szóval magas a termotolerancia szín, na ez a lényeg. És most a hírek. Gyurcsánycsomag. Ennyi van a hírbe írva. Itt az új gyurcsánycsomag, ki mit hallott róla. Ide raktam nektek egy linket a műsortervbe, hogy nézzétek meg Gyurcsány Ferenc beszédét, amit a TV2-be okádott bele. Belakadt azt az RTL klubba igen, is. Igen, ezt minden csatornán lehet volt leadni. Ez fantasztikus. Tehát így kiállt ez az űrge, és mondta, hogy honfitársaim. És a legfontosabb mondata az volt, hogy elkövettem egy hibát, hogy 3 éve nem mondtam meg az igazságot. Mi van? Tehát ő 3 éve, még amikor azt tudjuk, hogy mit mondott 3 éve, az úgy nem az igazság volt. Akkor mi az igazság? Az igazság. Duplán elkúrtuk? Vagy... Tehát azt mondta, hogy túl vagyunk az ország gazdasági teljesítő képességével, annyival túl vagyunk rajta, hogy már nem tudjátok elképzelni, ezt mondta az ő pártársainak. Akkor hazudott. Na most nyilvánvalóan nem úgy hazudott, hogy ez nem igaz, amit mondott, mert túl vagyunk rajta. De amikor azt mondja, hogy annyival, hogy már nem tudjuk elképzelni, még kevésbé tudjuk elképzelni? Vagy más beszédére nem emlékszem 3 évvel ezelőtt. Mert ezt úgy kell fogni, hogy ő beismerte, úgy kell felfogni, hogy ő beismerte, hogy az se igaz, ha kérdez. Igazából Gyurcsány Ferenc, ugye, amit most csinál, az, arról már beszéltünk, hogy a halálra ítélt utolsó mondataihoz hasonlít. Nem volt bekalkulálva ez a válságosdi, amit náluk nagyobb halak játszadozásai eredményeképpen kell elszenvednünk. Ez kicsit átírta, a forgatókönyvet, megy a kármentés. Elég szerintem ügyetlen beszéd volt, én végignéztem. Gyurcsány Ferenc szájából már egyébként ezt a beszédet érdemes utána nézni, ezt a
főként a 40 év fölöttiek nézték nagyobb arányban, a fiatalok elkapcsoltak, vagy kikapcsolták a tévét. Tehát a célközönség az ugye érthető, hogy kik, ugye a nyugdíjasokkal kapcsolatban megint ugye van az óvatoskodás, hogyha nem az infláció a várt eredménynél rosszabbat hoz, akkor ugye nem emelkedik a nyugdíj, ha viszont defláció van, akkor annak mértékével fog emelkedni a nyugdíj. Tehát az a lényeg, hogy nyugdíjból kevesebb nem lesz, de már nem emelünk ennyit. Ugye 13. havi nyugdíjat szétosztják, a hónapokra lebontva azt még megkapja mindenki, az új nyugdíjasok azonban már nem, illetve a nyugdíjkorhatárt ugye 65 évre akarja emelni, tehát gyakorlatilag már nyugdíjas ne legyen, mert aki már ezt ugye megéri. A magyar átlag életkor ugye 69 év. Tehát azért van itt egy ilyen ügyeskedés, mindegy, maga amit mondott, az ugye a szokásos dolog, hogy nehéz lesz, de szerencsére biztosított mindenkit róla, hogy ő kibírja. Tehát ennek én nagyon örültem, mert én izgultam, hogyha az egy dolog, hogy nem fogunk tudni mit enni, meg úgy miből élni, meg mint az állatok dolgozhatunk, vagy mint Kínában a szerencsétlenek, de azért ő ezt bírni fogja. Hát ez megnyugtató. Én féltem, hogy összeroppan, mint a Szilvási, mert ugye ezt nehéz már bírni, hogy mindenki gyűlöl, de jelezte, hogy ő benne még van tartalék, és ő mindent kibír. Bírjuk ki mi is. Fogjuk, szorítsuk össze a fogunkat, és csináljuk. Sokadik történet arról, hogy hát most szar lesz. Én még emlékszem arra, amikor egy rokonszenves idősebb bácsi a tévében a következőt mondta: kedves elvtársak, vannak hibek, de mi ezeket a hibákat kijavítjuk. Ennyi. Igen, hát tőle tanult ő is. Igen. Tehát nincs miről beszélni ebben a tekintetben. Nekem az fogta meg a fülemet még, azon kívül, hogy ő elismerte, hogy hibát követett, amikor nem bontotta ki az igazságot, nyilván ugye hol. Ő nem szokta sose, hogy azt mondja, patrióta gazdaságpolitikára lesz ezentúl szükség. Most ennek keretében bejelentették, hogy innentől az APEC úgy megbasz mindenkit, akkor is, ha nem csinált semmit, hogy attól koldul, és így felsorolták, hogy kit fognak innentől kezdve tételesen ellenőrizni, és agyonbaszni, és szarrá bírságolni, meg kitűzni vérdíjakat ugye a adóellenőröknek. Ugye ez ami hihetetlen, és ez neki a patrióta gazdaságpolitika. Amúgy érdekes, hogy mindig ők siránkoznak, hogy hú, vajon az infláció, meg már ez a fránya infláció, meg úgy, ahogy az infláció alakul, amikor hát igazából közgazdasági alapdolog, hogy az infláció az a baloldalnak az egyik kedvelt játéka. Azzal lehet jó sok pénzt gyártani maguknak. Democsokrácia. És nem tudunk újakat mondani. Ez a csúnya. Tehát annyi mindent elmondtunk már erről, és nem lehet újra elmondani, és akkor jön egy újabb, hogy te, rád dobjuk a 12. atombombát. Elpárologsz jobban? Hát, dobd. Hát, most mi a fasz csináljunk? De mi... És én szokott elhozni, hogy mi lesz itt. Hát mi lesz itt, bazd meg, semmi nem lesz itt. Egyébként, ami egyébként a patrióta gazdaságpolitikáját Gyurcsának támogat, társra érdemessé tenni, hogy ugye azt mondja, hogy szeretnék kötelezni a multinacionális cégeket, hogy magyar nyersanyagot használjanak. Na azt majd nézzük meg, hogy az a magyar nyersanyag honnan fog jönni. Hát, kisebb multinacionális, pontosan kisebb nagy cégektől, hogyha értjük, tehát azért annak is meg lesz megfelelő oldala. Egyébként mondom, tehát nem mond mindig hülyeséget, csak a maga gyurcsányos módján, hogyha ő kimond valamit, az alapvetően semmit nem jelent. De... Tehát itt az erkölcsi válság, amit mezerszer elmondtunk, és ami már 2006 előtt is érezhető volt, annak az a lényege, hogy bármit mond Gyurcsány Ferenc, az súlytalan. És nem csak nekünk, már nemzetközileg is súlytalan. Tehát innentől, tehát amellett, amit tett, az ő legnagyobb károkozása az, hogy bármit mond, az nem tud segíteni. Tehát az ő szavainak nincs súlya, nem tudja kihúzni a válságból, nem tudja erősíteni a forintot, ha mond valamit. Egy erős miniszterelnök, ha mond valamit, akkor már annak is gazdasági hatása van, mert tudják, hogy a mögött tartalom van. Gyurcsány Ferenc mögött nem tartalom van, csak néhány hülye zsidó gyerek. Az úgy volt, hogy mikor ez a gázai mészárlás beindult az úgynevezett Izrael részéről, akkor Malajziában, ami ugye a föld egyik legnépesebb iszlám országa, megjelent a maláj legnagyobb, hát ilyen kormányközeli napilapban, a helyi, olyan, mint itt a Népátbaszóság, hogy hát így a Gyurcsány képe, és alatta pedig a szöveg, hogy egy hazug zsidó. És ez így volt. Pont. Akkor egy másik hazug zsidóról olvassuk fel a második hírt, és kapaszkodjunk jó erősen a székekben, mert már sokszor mondtuk, hogy ilyen nincs, de... De van. A magyarországi civil szervezetek világában rekordnak számító
3 milliárd forintos támogatást ad a miniszterelnökség az Egyesült Államokban néhány hónapja alapított Tom Lantos Foundation indulásához. A politikus tavalyi halála után létrehozott New Hampshire-i szervezeten keresztül jut majd pénz a Budapestre tervezett Lantos Nemzetközi Szabadság és Demokrácia Intézet megalapítására is, ezt azonban az alapítvány még nem reklámozza. A TLF az emberi jogokért folyó világméretű küzdelmet több díj és pénzes támogatás odaítélésével tervezi támogatni. A Lantos emberjogi díjjal például, amit évente osztanának ki, a Nobel békedíjhoz hasonló elismertségű kitüntetés alapítása a cél. A 3 milliárd forintos keretet a központi költségvetés kifejezetten a TLF és egyben a Lantos Nemzetközi Szabadság és Demokrácia Intézet létrejöttének és hosszú távú működésének fedezeteként különítette el. A kutatóintézet a tervek szerint tudományos és tudományszervező feladatokat lát majd el, az emberi jogok egyetemes érvényesítését és a demokrácia terjesztését szolgálja majd. Az intézet alkalmazott kutatókat foglalkoztatna, ösztöndíj lehetőséget biztosítana, konferenciákat szervezne, kiadványokat, publikációkat készítene, ezzel is hozzájárulva a kutatási terület feldolgozásához. A támogatással az alapítvány fog elszámolni. Szóval még egy díj, amit majd a zsidók tudnak egymás között osztogatni. De az nem érdekelne minket, de... Tehát, de most, tehát most. De most, tehát így most 3 milliárdnak a pénz. Tehát ez, csak érezzük, ez több pénz, mint amivel többet ma a cigányokra költenek. Mert ugye, hogy volt az év elején? Már nem is emlékszem. Ott 1 milliárd forint volt, amivel emelték a cigányokra fordított, és már az is sok, és akkor már erre most még egy 3 milliárdot ide dobunk nekik, a Lantosnak. Próbáljuk kiszámolni, hogy micsoda irodatlan pénz ez. Igen, hát ez egyszerű. Én mindig ezt szoktam így példának feldobni, hogy mennyi, és 1 milliárd forint így képben. Gyerekek, Hegyes Halomtól Záhonyig 500 méterenként egy 10 000-es. Bizony. Tehát 250 méterenként egy 20 000-es, és még az is. Az igen. Is. Mondjuk ez nem olyan sok azért 250 méter, tehát hogy egy egymás mellé raknánk, akkor lehet, hogy csak Tatabányáig érne el, de azért elég sok, és hihetetlen. Egyébként egy ilyen kavar is volt benne, hogy két ilyen Lantos Foundation van, és az egyik az ez, a másik az az, és akkor nem tudta megmondani az Index kérdésére a kormány szóvivő, hogy most akkor melyiknek is adták a pénzt, és főleg miért. Mondjuk egyébként lényegtelen, hogy melyiknek adták, mert ugye a támogatás az alapítvány számol el, tehát azt sem, amit akar. Ez a legjobb, hogy mit fogunk csinálni. Tehát például a Bombagyár is lehetne egy ilyen alapítvány, mit? Hát fogunk újságot kiadni, meg szeretnénk tévét csinálni, meg kutatunk rádiót, meg bizonyos témákkal foglalkoznánk, meg adnánk ki filmeket, meg lehet, hogy csinálnánk ilyen ökofarmot, de lehet, hogy színház is lenne, lehet, hogy alapítunk majd egyszer egy díjat, vagy mondjuk kiadunk egy a 100 legjobb antiszemita vicc című könyvet, lehet. Tehát így elmondja, hogy mit lehet, ja, jó, hát akkor erre kaptok 3 milliárd forintot. Hát mert lehet, ugye? De várjuk, nem is arra csinálják, ez a kutatás, ez a szokásos ilyen fal, hogy leül mondjuk a Babarczi Eszter, telefosik 50 papírt, azzal, hogy jaj, de rossz dolog a megkülönböztetés, és a megkülönböztetés helyzete az Alsó Kiskumbás Szemerei, mit tudom, milyen kocsmába, és akkor természeti tanulmány, mit tudom, egy környezettanulmány, vagy mindenféle tanulmány, és úristen a diszkrimináció, és gyerekek, ne diszkrimináljunk, mert az annyira rossz, és please be more tolerant, mert igen, ugye angol is kialadni. És erre a Babarczi Eszter fog kapni 20 millió forintot, hogy ezt így 3 nap alatt megírja, tehát ez egy ilyen egyetemeken így ilyen eszét, azt illik megírni 2 nap alatt egy hétvégén. Ő erre majd kapja a nagy pénzeket. Most azért csak a Babarczi Esztert mondom, mert mondhatnék egy csomó minden más is, Heller Ágnes, hogy jobban tetszik, vagy György Péter, akárki. Hát igen. Tehát van ezeket a rohadék tenyésztett szarokat, akiket úgy kéne elintézni, hogy a maffia intézkedett Dunaszerdahelyen, sajnos nem ellenük. Tehát amikor így összeülnek, bemenni 8-10 simaszba, és még a pincért is lelövöldözni. Mert tanulják meg, hogy nekik nincs jók élni. Na, tehát ezt kéne csinálni. Na most ez a 3 milliárd forint, ez arra fog menni, hogy ők ezt így megkapják. Tehát mindenki ír ilyen könyvecskéket, amit a kutya nem fog elolvasni, megy a könyvtárba, kinyomtat a költséget. Mindenkinél lesz egy otthon, soha büdös életben nem olvasta, de hivatkoznak rá. Igen, mert tudjuk, hát egymásnak írunk. Hivatkoznak egymásra, és akkor nem lehet kitalálni, hogy na most akkor melyik volt a legelső. Igen, és lesz, tudja magyarra fordítani, de így hívják, hogy a renowned scholar, ugye, ő lesz a renowned scholar, és akkor renowned scholar, ez kell mindenféle, New Yorkban megjelent a Fuck You Publishing-nél, megjelent a Esther Babarczi renowned scholar könyvébe, hogy, és akkor lehet rá hivatkozni. És akkor föl lehet adni az egyetemen, mert például Heller Ágnes ezt csinálja, ezt már sokszor elmondtam, hogy saját magából írt dolgozatot. Tehát a saját könyvét elemezteti a diákokkal. Ja, filozófus. A kutatóintézet a tervek szerint tudományos és tudományszervező feladatokat lát majd. Tudományt szervezni kell. Tehát például tehát így szervezett, tehát átszervezett, hogy ez most nem jó, mert így nem tudjuk őket eléggé megszopatni, meg most várja. Hogy lehet, hogy mi jöjjünk ki jobban a dologból? Jézusom! Úgy átszervezik szépen az egészet.
5-3 milliárd forint én is átszervezném. Tehát, tehát ezzel alapvetően gond nincs. Tehát 3 milliárdért, amit akartok, átszervezünk csak. Egyébként nem lenne ezzel baj, hogyha azt mondanál, hogy holnaptól elvonunk 3 milliárdot a cigány segélyprogramból, átcsoportosítjuk a zsidó programba. Akkor még azt mondom, hogy meg még egy dolog, hogyha valahol okay. Itthon lenne. Tehát azt mondjuk, hogy csinálunk egy díjat. Mert ezeknek így valahol van értelmük. Tehát most itt 3 milliárdból készítünk egy olyan díjat, amit mondjuk megkap a Gyurcsány Ferenc minden évben kétszer. Akkor az egy díj, az így megtörtént így itthon. De nem, tehát ezt a pénzt ezt elküldjük máshova. Nekem ez mindig a legnagyobb fájdalmam, hogy nem itthon költjük el. Tehát akkor már inkább itthon költsük el, csináljon valami magyar mesterember egy díjat, magyar pincér szolgálja föl nekik a kaviárt, amit magyar cápákból vágnak, nem érdekel, oldja meg. Nekem az a problémám, hogy megint elmegy egy csomó pénz, és ez egy kis hír, meg ez egy oldal volt az egész hír, amit kinyomtattunk, és ez kurva. Nem olyan kicsi, mert mondom, ezzel még a ballibek is fölhördültek, hogy mi van az a pénzt, ezt ők is értik, mert ők se kapják meg, ők kapják meg közvetve, de mindegy. Tehát ebben az a különös, hogy van egy alapítvány, akit majd bárki csinálhat, én is csinálhatok egy alapítványt, most érted, holnap bemegyek egy ügyvédi irodába, csókom, tessék ide nyomni a hidegpecsétet, és én adok díjat, mert mondjuk bombagyár gyűrűt, mert ez egy létező díj egyébként, ezt minden évben kiosztjuk, hogyha valaki hűséges hallgatja a rádiónkat, azt tudja. Tehát bombagyár gyűrűt szponzoráljátok meg, hogy járjon hozzá, mondjuk itt egy 50 ezer forintos pénzjutalom is. Nem érne. És akkor mi a fasz van? Na most ugyanakkor mondjuk egy állami kitüntetéshez mennyi pénz jár? Tehát például mit tudom, a Magyar Köztársaság nagy lovak keresztje, azt hiszem így hívják, polgári fokozat, ahhoz, ha jól emlékszem, 500 000 forint jár. Minden évben, amikor augusztus 20-án jön a kitüntetéses ő, akkor úgy elbasznak 20,5 milliárd forintot. Meg egy évben körülbelül ennyi a kitüntetéseknek az összege. Tehát nem is ez az érdekes, hanem az összes állam által osztott kitüntetés messze nem éri el ezt az összeget, amit erre az egy díjra fordítanak. Miért? És mi ebben olyan különleges? És miért? Most. És kirendelte meg, hogy mi ebbe fizessünk be, de hát ezek már ugye... Igen, tehát miért? Összeesküvős elméletek ezek már. Mint... De nem is, tehát józan ész, nem kell itt ilyeneket mondani, mert akkor azt fogják kinni, hogy ja, jó, akkor ez se érdekel. De józan ész nem működik, tehát marad az összeesküvés. Tehát ez effektív, tehát ilyen egy összeesküvés, tehát nekem van egy barátom, és nem a zsidóság, meg nem a világ, meg nem a nem tudom, világméretű kriptokommunista összeesküvés, hanem egyszerűen van egy barátom, ő csinál egy ilyen alapítványt, a Tom Lantos is a barátom volt ezért azért, és oda mondja, hogy te, adjatok már nekem 3 milliárd forintot, adnak. Ez már egy összeesküvés, hiszen nem, egy állampénzével ilyen módon nem lehetne. Csak neki mi van a kezében ahhoz, hogy az állam rábólincson? Te ezt mindig azt szoktam idézni, hogy a Egyesült Államok lakosságának 1,5-2%-át kitevő zsidók, azok rá tudták venni az idősebb Bush-t annak idején, mikor azt mondták, hogy a zsidóknak, ő azt mondta, hogy a zsidóknak komoly befolyása van, egy hét múlva bocsánatot kért. Na most ez maga a bizonyíték, hiszen ahhoz, hogy az Egyesült Államok elnökét bocsánatkérésre rábírjuk, amit nem tettek meg például akkor, amikor kiderült, hogy hát nem voltak atomfegyverek Irakban, de azért agyon lövöldöztünk egy pár százezer embert, semmi gond, szétbasztuk a Félközel-Keletet, erre sem mondta azt, hogy bocs. Igaz, ez a fia volt, nem ő. De a kedves apuka erre, hogy kicsit fölhördültek egyesek, egyből kiállt és mondta, hogy bocsánat. Tehát akkor miről beszélünk? Mint a legtöbb minisztériumban, az ifjúság és sportminisztériumban is a tárca vezető, vagyis Gyurcsány Ferenc döntött annak idején a nagyobb pályázatokról. Erről beszélt Cuslág János a kedden folytatódó tárgyaláson a Kecskeméti Bíróságon. Cuslág János azt már múlt heti vallomásában elismerte, hogy részt vett a fiktív számlák kiállításában és a fiktív szervezetek létrehozásában is. A lehallgatásokról és a pályázatok kiírásáról azonban hallgatott. Gyurcsány Ferencet egyébként még kihallgathatja a Cuslág ügyben a bíróság, mert a bíró nem zárta ki, hogy beidézi az elmúlt 8 év sportminisztereit. Szép, hogy nem zárta ki. Ez eddig föl sem merült bennük, hogy ezek ilyen sportalapítványok voltak, sportminisztériumtól kapták az iszony pénzeket, ezeket a pénzeket ellopták, bűncselekmények történtek. Kérdezzük már meg azt, aki aláírta, hogy kapnak pénzt. Gondolj bele, hogy a független bíróságnak hány helyen kell most könyörögnie, hogy kapjon rá engedélyt, mert biztosan ez most így történik. Tehát most 100%, hogy a bírónak valaki mondja, hogy beidézheti-e. Hát ez így működik. És ki az, aki mondja? És vajon eddig ugye miért nem tette meg, és most miért mondta azt, hogy talán? Tehát minthogyha törne egy kicsit a jége az ügy körül, ugye Cuslágot azt elmondtuk már egy kicsit, nagyra nyílt a szája, nem kellett volna, beáldozzák,
és hogy ő azt hiszi, hogy ő után magával tud rántani embereket. Eddig úgy tűnt, hogy nem, aztán most kicsit megszellőztetik, és nem fog persze, hogy nem fog. Nem fog persze, mert utólag majd rajzolnak valamit, hogy miért ne kelljen megkérdezni ezt, aztán azt, hogy miért nem lehetett benne ez, meg az, meg amaz. Elévült. Meg hát, igen. És ha megkérdezi, mi van? És, tehát érted, bármit mond a Gyurcsány Ferenc a bíróságot. Egyébként nem valószínű, hogy azért, egyébként szerintem politika-pszichológiai szempontból sem lenne jó, hogyha Gyurcsány a bíróság elé kerülne, mert maga ez a kép, ahogy ő ott állna a bíróság előtt, ez szerintem nem engedheti meg magának. Most szokott az... pedig, többször volt ilyen. Volt, de ezekről nem igazán van. Én nem láttam még ezekről milyen fényképeket. Milyen lenne, hogy ott is megpróbálna sírva fakadni. Apropó bíróság, két hír, az egyik, hogy az Orosz Józsi nagyon nagyot bukott most egy bírósági tárgyaláson, ugyanis hát nyilván felsőbb utasításra neki járt pocskondiázni annak a pernek a felpereseit, 199 felperest, akik beperelték a Gyurcsányt, még a Kossuth téren, hát azokból csinált fasisztát, meg mindenfélét. Na, köszönjük szépen, elbukta, úgyhogy sírhat ő is, sokba fog neki kerülni. A másik viszont, amit elfelejtettem mondani az elején, nekem holnap, azaz mire ezt hallgatjátok már ma, ezt mindig elmondjuk, a pénteki eseményről van szó, lesz a tárgyalásom a Clark Ádám téri tömegoszlatás kapcsán. Ez ugye 2008. április 11-én volt, aki ott volt, az tudja, hogy miről van szó. És eddig mindenkit fölmentettek, most már engem is fölmentenek. A jövő héten elkezdem összegyűjteni mindazokat, akik szintén érintettek az ügybe, hogy pertársaságként elindítsuk a kártérítési pert a BRFK ellen a jogtalan előállításokért. Ez ugye fejenként egy 500 000 forintos, nem, szerencsére nem költséget jelent. Illetéke az nem lesz, tehát nem kell fizetni semmit, mert hogy ugye ez egy személyiségi jogi per. És hát nyilvánvalóan meg fogjuk nyerni, mert hibás rendőrségi döntés miatt kerültünk abba a helyzetbe, amiben részletek majd a bombagyár.hu-n. Cuslág János nem fog belőle ilyen könnyen kimászni, én nekem az a véleményem, hogy ez azt hitte ez a hülye, hogy ővele elvitetik a balhét egy X összegért, mert ez is egy bevett alvilági módszer, hogy megcsinálnak egy balhét 10, egy elviszi a balhét, cserébe ő, mit tudom, egy tripla részesedést kap. Találkoztam is ilyennel egyébként, annak idején a Gyorskocsi utcába jártam bent, még a bombaügyemből kifolyólag oda átvittek, meg volt egy tárgyalásom, mindegy, és ott így találkoztam a csurmába, a várakozóba egy ügyvéddel. Egy ilyen zugügyvéd volt, ez a tipikus, ilyen minden megcsinálok, szopok, nyalok pénzért, aztán lecsukták 2 évre, mert hát volt egy kis sikkasztás. Elmondta, hogy a Bárándiék voltak az első rendű vádlottak, a Bárándi família, igen, az a Bárándi, ő meg a 32. rangú, mit tudom én, ő csak ilyen 6-8 millióval volt sáros, a Bárándiék azok ilyen milliárdos nagyságrenddel, és ő volt az, aki elvitte az egész balhét. Tehát ő rajta keresztül bizonyították, hogy a Bárándiék azok jó hiszeműk, mit tudom én. Most az Ürge elmondta, hogy eddig leült nem egészen 1 évet, írogatja a kis beadványait, és hogy már le van zsírozva, hogy őt egy néhány hónapon belül kiengedik. Tehát 1,5 évet ücsörög körülbelül 500 000 000 forintért. Azért szar hely a börtön, de ilyen feltételekkel, hát azért a legtöbben meggondolnák, hogy talán mégis. És ilyenek vannak, ez is egy összeesküvés, de ezek léteznek, hihetetlenek, de léteznek. Felmentette az emberölés vádja alól a drogdílert agyonlövő rendőrtisztet a Pest megyei bíróság. Az ügyész börtönbüntetést és a foglalkozástól való végleges eltiltást kezdeményezett, de a bíróság szerint az őrnagy tévedésben volt, a jogos védelmi helyzetben használta fegyverét. 2006. január 24-én egy vecsési pizzéria előtti parkolóban a Nemzeti Nyomozó Iroda tisztjei 3 gépkocsival körülvették az 1 kg hasis szállító 2 drogdíler autóját, akik menekülni próbáltak. Tolatás közben a kocsival az egyik rendőrnyomozót meglökték, aki a földre került. A bajba jutott rendőr parancsnoka, hogy kollégája esetleges elgázolását megakadályozza, kétszer rálőtt a gépkocsi vezetőjére. Az áldozat perceken belül meghalt. A felmentő ítélet szóbeli indoklásakor szegedi Gyöngyvér bírónő hangsúlyozta, hogy a hatóságok 3 évig vizsgálták, elemezték azt a szituációt, amelyben a vádlott rendőrtisztnek 2-3 másodperc alatt kellett döntenie. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész a rendőrtiszt bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbez ellene. És ez jó jellemzi a magyar ügyészséget. Igen, ez az ügyész valószínű járt a 3-as határhegyre is annak idején. Igen, amíg mi oda nem mentünk. De ez nevetséges, tehát lelő egy kibaszott, mocskos, gyilkos bűnözőt, aki drogot árul. És ezt nem úgy kezelik neki, hogy te, hát figyelj, alapvetően nem kellett volna lelőni. Tehát nézd, nem volt ez olyan jó döntés, de hát bassza, meg így sikerült. Nem, börtönbe vele, mocskos bűnöző, hogy merte lelőni, úristen! És nem azt, hogy ez nem egy olyan helyzet volt, hogy ő így állt békésen, én meg oda mentem és fejbe lőttem, hanem ez azért így valami akció volt.
Nem, az ügyész... Elcsapta autójával véletlenül a kislányt, aki, aminek következtében rárontott a família és meglincselte. Igen, egy hasonló helyzet volt, tehát ez itt elgázolta a kollégáját. Na most abban a helyzetben, hát igen, pont ezt mondta ki a bíróság is, hogy nem igazán akarta azt megvenni, hogy te most átmegy a fején, vagy nem megy át a fején a Petinek. Te, akkor inkább lelövöm. Meg hát ez egy olyan helyzet, hogy itt azért szakemberek, fegyveres szolgálatot ellátó szakemberek, a fegyver az ugye azért van nekik, hogy ha kell, használják. Ez egy tényszerűség, erőszak szervezet, ez a dolga, és ők egy súlyosan társadalom ellenes cselekményt elkövette embereket, hiszen 1 kg has is volt náluk, nyilván azért, hogy ezt árulják, súlyosan társadalom ellenes célból létező szarokat elkapnak, akció elindul, ezt az akciót be kell fejezni. Ezt törvénybe kellene iktatni, hogy az akciót be kell fejezni. És hogyha ő el akar menni, és már nekem az is elég lenne, hogy valaki, akit alaposan lehet gyanúsítani súlyosan társadalom ellenes bűncselekmény elkövetésével, csak menekülni akar, azt meg lehessen ölni. Ez Egyesült Államokban így van. Igen, szerintem a múltkor is beszéltem erről, hogy ilyen kiknél ez hogy megy. Tehát ott nincs ilyen, tehát utólag szinte meg se kérdezik. Rá kellett lőni, mert elkezdett menekülni. A másik pedig az, hogy mi van akkor, hogyha fogja magát úkanyar, és kitalálja, hogy jó, akkor most egyet meglőttem, mi van akkor, hogyha egyszerre 3-at sikerül letarolni. És akkor a hűtőgrillán lesz a rendőrnek a kis agyvelája, mert izé, de nem szabad. Tehát vegyük el tőlük a fegyvert is, mert mi van akkor, hogyha esetleg még több embert megölnek. De én ezt itt fegyverszolgálathoz nem ért. Azért, amikor 2006-ban tömegbe lőttek, akkor nem voltak ilyen aggályok, hogy Teslát nem kellett igen. volna. Te biztos, hogy olyan helyzet volt, hogy lőni kellett? Tudtél, hogy ki kellett lőni a szemét annak az embernek? Nem, azok mocskos huligánok. De a drogdíler, hülye vagy? 3 évig elemezzük, bazd meg. De végül is az is lehet igazából, hogy nem terjeszteni akarták, lehet, hogy saját használatra kellett. Tehát ugye van ugye a Szilvási, meg van a Draskovics, meg van az Appel, meg van az Appel Csilla. Meg van az Appel Csillának a férje. Appel Csilla, aki az Acél Györgynek a lánya. Unokája, és mellesleg drogdíler. Ja. De azt nem lövik le? Azt nem. Nem. Meg melyik fideszes polgármester teríti az anyagot? Jaj, nem szeretném én ezt, mert ebből ilyen súlyos idék. Hát, de most ennyit elmondhatok, hogy egy fideszes polgármester teríti az anyagot. De nem tudjuk, hogy melyik. Igen, egyik délpesti kerület fideszes polgármesteréről hallottam olyan híreket, hogy hát ő erősen benne van különböző tudatmódosító. Hát a Fidesz abból indult, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy ott, és ez tény, hát összeültek a drogosok. Ezt az tudom, ez egy tanárom. Az A-ban annak idején mondjuk. Én nem tudom, hogy miről beszéltek. Szóval ők azért így indultak. Tehát aztán... a Tilos az A-ban, meg a Fekete lyukban, a Tilos az A most a Cappa, ott van a Gutenberg téren, bárki elmert jó hely. Meg a Fekete lyuk, ami már nincs, ami a Gazműfházban volt, ott hát ott keményen tolták a Vityájék a cuccot, ez tényleg. Hát a Dajstamás le se jött róla. Hát. Barátomnak a testvére az kicsi drogdíler, nem szereti a család, tehát nem, tehát ő így van, létezik, és ő panaszkodik, hogy egyébként olyan szintű a válság, hogy negyedére esett vissza a fogyasztás. És azért abba gondoljunk bele, hogy a drog az esetek többségében nem az, amit először von meg magától az ember, ha nincs pénze, hanem nagyon sokaknál az utolsó, és így is alig fogy. Tehát amikor már drogdíler kezd éhen halni, akkor itt, bazdmeg, itt válság van, jó ide jó. De gyűrűzik, tehát mindenkit elér. Itt már nem lehet majd annyi kotont meg análvibrátort se adni, úgyhogy... De ne elhogy meg, mit jelent ez a szó, tisztázzuk, már annyi éve halljuk a médiában, hogy begyűrűzik. Mit jelent ez? Ugye miért gyűrűzik? Ez... Miért nem becsíkozik, vagy... A becsíkozik, ez megint más. Asszociáltam az előző témára. Azt hiszem beszéltünk róla egy adásban, hogy milyen humoros az, amikor valaki azt mondja, hogy hát emelkedik a benzin, nem probléma, hiszen... Begyűrűzik a benzin. Hiszen én nem járok autóval. De gyereket, mi a picsa az, hogy begyűrűzik? Kitalálta ki ezt a szót, és mit jelent? Azt képzeltem, mint amikor a rugót rajzolják, hogy így körben-körbe... De ez nem gyűrű. Azt nem lehetett mondani, hogy berugózik. Így etimológiailag nézve, meg így ilyen kicsit így belegondolva, hogy mondjuk egymásba Amerikában így beledobnak egy ilyen marha nagy követ a vízbe, és akkor így a víz felületén jövő gyűrűk, ugye így eljutnak hozzánk is, és ezek a gyűrűk így begyűrűk. Szerintem ez hülyeség. Tudom, hogy hülyeség. De azok nem befele mennek, azok a gyűrűk, hanem... Jó, de a gyűrűk, ugye, mintha összekapcsolódnának a gyűrűk, és egy ilyen hosszú gyűrű lánc, és hát ez
és az egyik oldalát megpöcköd, akkor a végén is megpusztulnak a zsidók. Én ezt most elmondom, hogy aki először asszociál egy Tolkien regényre, azt fejbe rúgom. Ja, nem akarsz. Maradt a beszélgetés. Ha nem mondja ki, ne. Akkor jó. Inkább a lengyel kormányról beszélgessünk. A lengyel kormány eurót fog eladni a nemzeti valóta zlotyi támogatására, ha az árfolyam elérné az 5 zlotyi per eurót. A bejelentésre a zlotyi erősödött a varsói bankközi devizapiacon. Hétfőn a Lengyel Nemzeti Bank erőteljesen leverte a zlotyi árfolyamát azzal, hogy határozottan eltanácsolta a lengyel kormányt az euró gyors bevezetésétől. Hatalmasak az euró korai bevezetésének kockázatai, az idei év nem jó az ERM2-be való belépésre, mondta a Lengyel Központi Bank elnök helyettese Witold Kozinski. Hogy lehet pénznek ilyen hülye neve, kezdjük ott. Hogy Witold Kozinski? Nem, pénz. Ez nem a pénz. Pénz, zlotyi. Zlotyi, hát így hívják. Mert szerintem ők a forinttal röhögnek valahol most egy lengyel webes rádióban lehet, nem? Lehetséges, igen, de ez zlotyi. Hogy lengyelek nagyon szépen tudnak káromkodni egyébként. De egyébként ott van a kuna, ugye, mint szintén pénz. Szerintem az lóf az zlotyi. Meg a tugrik. Igen, meg a leva és a hrivnya. Hát igen, a hülye neve. Hrivnya. Az meg pláne. Hát a hrivnya, ez a legjobb szó. Itt van a szomszédban, röhögünk rajta. Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy a szlovák korona, ami most szűnt meg, és a cseh korona, ami még mindig van, az valójában a Ferenc József féle korona. Így van. Mai napig bizonyán, mert hogy ugye nem szűnt meg, a monarchia feloszlásával átvették a pénzt, nálunk megszűnt a korona, mert pengő lett belőle, aztán forint, ott a mai napig az a korona tartja magát, tehát ennyire a kis rossz pénzrendszer volt az. Mindenesetre a lengyelekről ennyit, hogy gondoljatok bele, mikor fog itthon előfordulni olyan, hogy gyerekek, ez az euró nem is olyan jó dolog, te, adjuk el, tököt. Magyarország ilyet nem fog csinálni, inkább dögöljünk meg. Persze nem értek hozzá, én... Bonyolult. És még a focit se szeretem, mint a Gálvölgyi. Az a Dávidi Bolya, akire te gondolsz, nem értek a focihoz. De a Gálvölgyi még szereti a focit. Igen? Mindig ezt mondta a heti hetesben. Igen, volt, egy évig volt ez a vicc, jó, aztán szóltak, hogy most már elég, és akkor azóta nem jó. Ez. Azóta az a vicc, hogy alkoholista a bajor. Még mindig? Most nevetnek. Igen? Fú, én 99-ben néztem utoljára a heti hetest, akkor kezdték. Mondjuk akkor került be a kicsi huszár. Akkor is meg alkoholista volt. Tehát ez egy ilyen örök poén. Hát most hát akkor még nem volt így a humor nagy ágyúja, csak egy ilyen kis komikai Flaubert. Nagyon rossz volt. Ez a baj, eltört a gerincem, bazd meg. Ugye? Na, tehát... A pedagógusok szakszervezete az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetőihez intézett nyílt levelében haladéktalan intézkedéseket sürgetett az iskolai erőszak megállítására. A szabolcsi Mándokon február első hetében egy 38 éves asszony és 18 éves lánya bántalmazott egy fiatal tanárnőt, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Az anya és lánya azért támadta 26 éves tanárnőre szerda délután, mert a pedagógus állítólag koszosnak nevezte az asszony általános iskolába járó másik lánygyermekét, és nem engedte, hogy fellépjen a farsangon. A rendőrség közlése szerint a könnyű sérülés szenvedett napközis tanárnő elmondása szerint ugyanakkor mindössze arra kérte az osztályába tartozó tanulót, hogy fogja össze a haját. Olyan pedagógusok nélkül, akik nem félnek bemenni az osztályba tanítani, nevelni, követelni a tudást, a tisztességes magatartást, s abban hisznek, hogy munkájukért megbecsülés, elismerés és a szükséges védelem jár, fogalmazott Galló Istvánné. Hát tegyük ugye, hozzá, hogy ezek cigányok voltak. Hát ugye, mint gyakorló édesapa, és hát ugye végül is mind a 6 gyerekem iskolás, én már. Napsugára jó múlt korában avval jött haza az iskolából, hogy hát milyen szörnyű dolog történt, mert a kedves napközis tanítónéniük ott fogja hagyni az iskolát, aztán végül is nem hagyta ott, tehát ott maradt, mert hogy már másodszor loptak tőle dolgokat, hogy az első alkalommal az elsős, másodikos, harmadikos osztályoknak volt ilyen napközis tanítón, vagy napközis tanítónénie most is, akkor is ugye ezekkel a kicsikkel foglalkozott, akkor éppen csak elsősök, másodikosok voltak, és eltűnt a táskájából a kocsikulcsa, meg eltűnt a pénztárcája, és milyen dolog ez. Jött haza napsúlya így az iskolából, hogy hát ez volt. Második alkalommal megint eltűnt a tanítónéni táskájából az aznap felvett fizetése. És azonnal ki akart lépni, aztán ugye a kollégák dobták össze, azóta sincs meg a tettes, és hozzáteszem, az osztályban, az iskolában egy cigány nincsen. Tehát ez egy olyan iskola, hogy az egész iskolában nincs egy darab cigány. Ez annyira előnk döbbenve ezen a történeten, ez jó, hogy megosztottad velünk. Van, most aki a cigányokat védted. Nem állt szándékomban. De így jött le. Hát így jött le, de figyelj, sose
Na. Cigánynak lenni, még egyszer mondjuk, nem, egy rasszista kérdés, mert lehet valaki barnabőrű, meg lehet valaki genetikailag X származású, ez kétféle társaságot érdekel, a nácikat, meg a zsidókat, de ezt többször nem mondom el. Tehát attól még lophat valaki, hogy nem cigány. Csak kicsit meglepő, de arányaiban tettőd hiba százalék. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mi csak a cigányokat lőjük főbe. Nem. Megöljük azokat a fehéreket is, akiknek más a vélemény. Fajárulók. Igen. Tehát mindig, tehát nyilván maradunk tizen, de kurva jól érezzük magunkat, és óriási bulikat fogunk csapni. Egy kicsit módosítani kéne így a kis alaptörvényeinket arra, hogy elveszük utána a pénzüket, hogy még több golyót tudjunk venni. Tehát, hogy ezt így bele kéne írni a sajátos alkotmányunkba. Marha jó, mindenkinek az lenne, mint a dögcédula, csak egy kis tasak, kinyithatatlan, benne egy golyó. És hogyha vagy baj van, azt így leveszi a nyakadról a rendőr, és azzal lő agyon. Igen, és azt neked kell megvenni. Neked, tehát így van, és drága. És nem nekünk alapvetően. Végül is nem egy rossz ötlet. De ez már zsidó dolog volt, nem? Jaj, de MLDS SMS-be lehet venni magadnak golyót. Egy golyópontom vagy. Kapsz az egy ajándék csengő hangot. Na, de legalább meg lett az ország Vivian, és ennek örüljön. Ja, az eltűnt kislány, aki a bombagyár szerint eltűnt, közben olvasta a bombagyárat, és inkább hazament. Remélem, jó picsán. Éreztem, hogyha utána megyünk, abból nem lesz jó. Akkor nagyon fölcsort neki, gondolom. Hát figyelmeztette, hogy ilyen máskor ne történjen. Igen, szóval most nem akarom bánni, nem ismerem, de szóval remek nevelési elvei lehetnek, hogyha így elmegy egy gyerek. A kezét, lábát összetörném, és akkor nem menne utána sehova. Na látod, ezt nem lehet csinálni. Mire lehet? Hogy nem könnyen törik a gyerekezet? Gyerek, hát van, nagyon könnyen törik. Ez így igaz, és utána jön az összes ilyen liberális szar. És annak is eltörjük a kezét. Jó, rendben. Te tudod, hogy... Tudom, hogy kell törni. Megmutassam? Király utcába kimegyünk. Tudod, hogy miről beszélek. Persze. Élőben. Leveszük a védőt a izéről, a kameráról. Még itt a kamera. Menjünk liberális törni. Persze, igen. És tényleg, magyar extra. Az mennyire jó lenne az lenne a rádió, hogy jó, beszélünk 5 percet, kb. Addig vagyunk érdekesek, szemmink is, hogy megvernénk random embereket. Hát mikor jönnének rá, hány adást lehet lenyomni? Nem, így véletlenszerűen, tehát kiszámoljuk, hogy... Lehet küldeni MLD-es SMS-t. Igen. Szavazni X emberre. A 12. szembejövőt megtámadjuk. Akkor is, hogyha egy 2 méteres állat kommandós rendőr, akkor is lehet, hogy ő ver meg minket, de 12-et meg keverni. Lehetne egy ilyen versenyt is. Ki az, aki bevállalja? Ilyen kis Jack. Bombagyár Live RPG. Mindenki jönnek így a gyerekek játszani, mondjuk elengedi őket, és itt ilyen feladatokat ad. Ilyen plastik kard. És akkor az nem iskolai erőszak lenne, hanem utcai erőszak, de hát igen. Nem baj, azt is megállítjuk. De miért csak a cigányok privilégium, hogy verik a tanárokat? Mi miért nem verik? Pedofília nem csak a katolikusoké, mi is verekszünk az utcán. Nem igaz, már annyira unalmas ugye így az élet. Mi áldom, mi vagyunk az áldozat, nem unalmas? Mm. Egyébként minden nap vannak ilyen hírek, hogy gyerek valamit otthon pattog, anyukának bemegy és agyonveri a tanárnőt. Na most roppant egyszerű a megoldás. Kérem szépen. Mindenkit le kell festeni kékre. Igen. Oda kell állítani az ajtóba 2 megtermett apukát. Megy iskolába jár alsó hangon 300 gyerek, csak van ott 2-3 apuka, aki úgy nem egy ilyen nyüzüge szar, elnői esedett, herélt buzi. Nyúlárnyék. Igen. A kifejezés. Igen, tehát nem egy ilyen nyúlár, kiváló, köszönöm szépen. Tehát nem csak nyúlárnyékok vannak, bár ugye a liberális oktatás politika, tehát akiket oda lehet állítani, és amikor jön be anyuka, akkor úgy fejbe bassza a viperával, hogy a gomba valagáljon ki. Szívlopát. Utána a gyereket kezdi el módszeresen, a legapróbb, a fülcsontját is kettőbe töri, és az egészet így kiszórja az épülettel, és elmondja, hogy ezt azért kaptad, mert cigány vagy. Igen, és a vona meg most elhatárolódik tőled. Igen. Utána a vonának is el lehet törni kezdét, lábát, ha ez nem tetszik neki, mert ha ezt nem támogatja, akkor nem jobb oldali. Ennyi. Viszont látásra. Na, ez egy nagyon jó program. Induljak vele? Ez minket nagyon-nagyon-nagyon sok oldalról, mármint ezért az adásért nagyon sok oldalról fognak betámadni. Igen, minket. Csak gondolj bele, hogyha egy cigány iskolában lenne egy ilyen, tehát gondolj bele, hogy a cigányok fönntartanának egy iskolát. Mondjuk vannak ilyen cigány iskolák. Például a nővérem egy iskolatitkár egy ilyen suliban. Ott valahol a Fehérvár. Ott a Dzsombújba. Ott a Dzsombújba. Igen. Mondjuk a nővéremet nem bántják, mert ő adja a diák igazolványt, és azzal lehet ugye mindenfélét csinálni. Ami egyébként jogszerűen jár nekik, tehát ez semmi, mindenkinek jár, de ők azt hiszik, hogy a nővérem valami jót tesz velük, és ezért a nővéremet meg nem verték agyon. Véletlenül használtam az állatos hasonlatot. Tehát igen, tehát nem fogják föl. Ő írja, tehát ő jó ember. Na, mindegy, jó ember. Na most ebben az iskolában te olyanok vannak, most milyenek vannak, azt hagyjuk konkrétan. Nem lehet. Tehát most gondolj, hogyha ott lenne egy ilyen, hogy mondjuk a nővéremet, akik szeretnek a cigányok, megütné egy anyuka, vagy lenne rendszeresen ilyen, hogy mondjuk, hogy van 3-4 ember egy ilyen iskolában, akit mondjuk szeretnek ezek a cigányok,
Ha ezeket bejönne anyuka megütni, akkor anyukát nem a szülők, hanem a diákok vernék agyon. Miért? Mert ők cigányok és életképesek, ha tetszik, ha nem. Mert ezt egy cigány közösségben nem lehet megcsinálni, hogy a számunkra fontos ember, csak úgy oda megyek és fölképelem. De amúgy régen a soroksári sváboknál is így nézett ki. Valakitől loptak csirkét, és úgy fogtak, így összeszedték az egész utcát, és nem az, hogy megverték, hanem az, hogy széttépték darabokra. Igen. Sőt, mondok egy jobbat, 1944-ben szintén a svábok a feneketlen tó, vagy nem a feneketlen tó, hogy hívják, milyen tó az valahol a Bakonyba. Feneketlen tó az Pesten volt. Van valami ilyen nevű tó, nem jut eszembe, hogy melyik. Igen, tó, X. Mindegy, tó, környéken ott voltak svábok, Volksbund, szépen úgy csináltak polgárőrséget, mert se csendőrség, semmi nem volt, mindenki szétszaladt frontkörnyék, Volksbund járőrözött. Na, cigányok loptak, mit csináltak, nem tudták megfogni, hogy kilopott jó, összetették az összes cigányt, legépuskáztak őket a picsába, belebetonozták a lábukat ilyen ócska benzines hordokba, és bedobálták a tóba, mai napig ott rohadnak a tó mélyén. Ezért nincs a Dunántúl a cigány kérdés. És ezért nincsenek a tóban fürdőzők. Jó mély, tehát abban nem jöttek el. Említettem azt a törű tanárom, aki Fidesz alapító tag valami volt, most neki volt egy olyan dolga, amit így kötezé tennék, minden tanárnak, aki elkezdi a kis munkát neki, az első két hét a cigányiskolában. Ez azért, hogy utána ezt megalapozzuk azt a gyűlöletet, amit majd szépen csöpögtethet a fehér gyermekeink agyába ezután, mert ez egy ilyen alap kis tanítás, hogy látod, tehát ez a különbség. Áld az Istent, hogy így te így taníthatsz ilyen igazi gyerekeket, de nézd, ez a cigány, ez ilyen, ezt így nézd meg. Na most ő így betették őt ide, és én meséltem, mondja, hogy hihetetlen volt, pedig mondom, ő egyébként nem fideszes volt, ő egy elég baloldali, már kommunista beütésű ember lett így töri tanárnak. És ő mondta, hogy tehát hihetetlen volt, amikor állt, és a női tanárral beszélgettek az udvaron, oda rohant egy cigány, és pörgőrugással lerúgta a tanárnőt, fejét, és akkor így feküdt, és akkor nézett, hogy hát azért ez furcsa, mert még, tehát sok mindent tanítottak nekik az egyetemen, meg problémakezelés, meg a gyerekkel így benni, de mondta, hogy ez nem, és az úgy indult, hogy odamegy, és hát te vagy a falka vezér, mint tanár, mert mint ugye sokszor mondtuk, ez ők állatok. És ki kellett vinni a legnagyobb hangot, kihívta a WC-be, oda ment, gyerek, magyaráz, de nem egy vadát ez a tanár, de mondta, hogy nem volt más lehetőség, és lefejelte. Uh-huh. A gyerek így összecsuklott, állt, így próbált magát tartani, mondta, hogy igyekezett nem elsírni magát, srác fölállt valahogy, visszament, leültek, és utána onnantól rend volt, utána nem volt vele probléma, le kellett őket. Most persze egy női tanárnők esetén, ugye ez, vagy egy tanárnők esetén azért ez egy kicsit nehezebben megy. A nők jobban félnek, ha közéjük csapnak egyébként. Meg abban, hogy anyuka, vagy hogy a tanárnő azt mondaná, hogy olvassa föl itt, Valasi Bálint költészete, megdobja a krétával, tanárnő föláll, kicsapja a viperát, oda megy, laposra veri, nyomorékra veri, kéz, feküdjön, kézlábtörés, visszajött. Tehát Valasi Bálintól is tartottunk 34. oldalt. Tehát ebben a versben azt akarta mondani, hogy... Ez ilyen életkép. És így ne nézzed, hogy vérzik, mert te is vérezni fogsz a kurva anyád! Igen, és ilyen... És ezt így megértenék! Üszök csonkhalm, az így ott van addig, amíg ők föl nem takarítják. Így van. Tehát csak ilyen kis mementó, hogy tudjátok, hol helyetek. Dragon valamit mutogat a kezébe, kikapcsol a telefon. Ezt a telefont kikapcsolom. Hadd ide kikapcsolom. Mert hülye vagy. Igen, tehát van itt egy ilyen kis gomb, tehát, azt így megtenni. Tátoskodni volt eszed, meg természetgyógyászkodni. Ahhoz is várja, figyelj. Meg kígyókat figyelni volt eszed. Kedves hallgatóink, élőbe szedjük szét Dragon telefon. Van egy szégyek. Előszed valamilyen kis tőgyét, és akkor így mrrr. Ő meg legelít. Kiold, nyomja le a gombot, jó? Elgondoltam, hogy miért nem leszünk emisek, vagy emisok, hogy mondják magyarul? Amisok. Emisok? Amis. Amis, amisok. Hát figyelj, igen, tehát azok az korre kultúra. Egyébként keresztény krisnások. Igen, egyébként. Nagyjából. Semmi, tehát semmi gond érted el vannak, csak az sok szőr az arcukon. A teheneket, de az meg, gond. Meg az a borotválkozni, gondolj bele. Igen, de meg az a fekete ruha, nem lesz rajta gomb. Osz? Jó, hát nem zavar. Krisnások ruháján sincs gomb, sőt még varrás. Jó, oké, értem, csak nem tudom, vagy nyáron is az a fekete kalap, szóval... Nem, de volt a krisnásoknál egyszer valamilyen kérdés, így felületesen olvastam róla, hogy valami nem tudom milyen fajta póló, amire nem tudom melyik fontos valakinek volt a képe, és volt egy ilyen probléma, hogy azt vajon etikus egy teleizzadni, vagy nem? Igen, Sudarshan pólója volt. Sudarshan az a egy minden most hosszú történet, hindú teológia, mit tudom én. Tehát Sudarshan képe volt rajta, és így mondták, hogy te figyelj, ez egy isteni megtestesülés, és azt, hogy tisztelni kell, kiteszed a falra, tisztogatod minden, és nem magadra teszed, hogy így össze-vissza izzadjad, meg bebaszod a mosógépbe, és azóta a krisnások nem hordanak ilyen képeket magukon, amint Krisna képe meg ilyenek, előtte voltak. Aha. Ez egy ilyen kis mellékes érdekes. Szóltak nekik. De addig nem zavartak, és hát nem csinált semmit, nem baszott szét közöttük.
De amikor így valaki szólt, akkor rájött, hogy rájöttek, hogy tényleg ez nem. Hát ez nagyon kedves, figyelj, de te miért alapvetően tiszteljük. Mások így véletlenszerűen felrobbantak. Így mutatták is. Úgy vannak vele, hogy te figyelj, ezt így tiszteljük ezt, aki a képen van, még a képét is tiszteljük, akkor lehet, hogy nem kéne összemocskolni. Igen. Ez nem megbonyolult dolog. Többek között egyébként az iszlám is azért tiltja az ember ábrázolást, mert azt Isten alkotta meg, és mi tiszteljük őt annyira, hogy nem utánozzuk. No, nézzük, mit csinálnak közben a zsidók. Cigányos hírünk már volt, ugye? Nem vették át a Provident képviselői az uzsora kölcsönök ellen tiltakozó polgármesterek petícióját. Helyette Mikola Gergely, a cég kommunikációs igazgatója, rögtönzött sajtótájékoztatót tartott. Azt mondta, nem tartják jó ötletnek a tüntetéseket, a vállalat eddig és ezentúl is minden jogszabálynak megfelelően működik. Az uzsora kölcsönökkel szemben fellépők petíciójukban követelik, hogy a Provident azonnal függessze fel uzsora szerződéseit, és fizesse vissza a becsapott embereknek az előtörlesztés címszó alatt beszedett pénzét. A polgármesterek szándéka az volt, hogy tüntetést szervezzenek a székház elé, de persze igen kevesen jöttek el, hiszen Ivádi Gábor szavaival a kárvallottaknak kenyérre sincs pénzük, nemhogy utazásra. Igen, ez egy ilyen egész gonosz dolog volt, mert voltak ilyen történések, hogy így mész az utcán, és egyszer csak oda megy hozzád egy ilyen providentes dolgozó, és egy géppisztolyt tart a fejedhez, és azt mondja, hogy neked most kötelező bemenned a bankunkba, kötelező felvenned ezt az uzsora kölcsönt, de nem mondjuk el, hogy mire vállalkozol. Az a baj, hogy ezt mi tudjuk, akik már láttuk, hogy máshogy jár, de aki életében először látott ilyet, vagy mondjuk most lenne 1992, mert a Provident az nem most kezdte ezt a dolgot, és a bank az alapvetően úgy szoktuk meg, hogy a bank az egy ilyen intézmény, ahol bemész, fölveszel pénzt, és majd visszafizeted, tehát kölcsön ad. De igen. Nem az, hogy kölcsön ad azért, hogy téged kiszipolyozzon. Igen, de ez olyan, hogy... Na most, amit az előbb elmondtam, az egy poén volt. Tehát igen, én egy ilyen... Igen, poén, és ez így marha egyszerű és cinikus megoldás, de ez nem az, aki hülye hajon meg esete, mert... De. Nem, ez olyan, nem, hogy tökéletesen nem, tudsz nem. Te érdeklődni az felül, hogy most akkor mi meg mennyibe fog kerülni? De nem biztos, hogy úgy menjek el, hogy értsed. Meg nem biztos, olyan helyzetben vagy, tehát azért ezeket nehéz. Nyilván, tehát hiba, de meg pont tehát lehet válogatni, de nem mindenki képes. Ez olyan, egyébként ahhoz tudom hasonlítani, mint én az ügyvédeket egy tolvajnyelvet beszélő társaságnak tartom, akik szándékosan olyan kifejezéseket alkottak, ami egyébként, aminek az a lényege, hogy ne értse meg kívülálló. Egy kulcsbeszéd, így is lehet mondani. Tök jó, meg élvezem, meg szórakoztató. Az a lényege, hogy csak mi értsük, és el lehessen kérni egy válási szerződésért 110 000 forintot. Ez a dolga. És ugyanez a helyzet, hogy a bankok olyan nyelvezetet használnak, amit azok, akiknek szükségük van a hitelre, nem értenek. Innentől az egész etikátlan, és szerintem érvénytelen, minden szerződés, ha nem érti meg. Erkölcsileg érvénytelen. Persze, én ezt értem. És az a baj, hogy itt olyan uzsora kamatok vannak megvédve, nem olyan elrugaszkodott ez a követelése a providenteseknek, mármint hogy a kárvallottaknak ez a követelése, hogy fizessék vissza, és ne lehessen ilyet csinálni. Mert ugye például a pilóta játék is egy ilyen dolog volt, hogy azt is egy darabig csinálták azzal, hogy miért, hát aki hülye, halljon meg, azt nem bűncselekmény lett belőle, le is ültettek egy pár embert sok évre. De például Kanadában azok a kölcsön kamatok, amiket itthon szednek, nem a Provident, hanem akármelyik hétköznapi bank, az bűncselekménynek minősül. Az bűncselekmény. Lecsukják a picsába, aki ilyet csinál konkrétan. Még a magánszemét is, ha én kölcsönök neked 20 000 forintot mondjuk 30%-os kamatra, és te följelentesz, és kanadaiak vagyunk, akkor nekem kinéz egy év. Bizony, hát lehet, hogy felfüggeszted, de kinéz. Vicc. És ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe a Holló Színháznak a klasszikusát, a Haszonbank letéti jegyet. Tessék rákeresni, egy nagyszerű jelenet, és egy nagyon jól, egyébként Monty Pythontól vették át, hogyha jól tudom, kiválóan bemutatja, hogy is működik a bank, mint olyan. Igen, bankokban más nyelven beszélnek effektíve. Igen, nem az ott egy pukkasztott nulla. Az mit jelent? Az egy súlyozott egyes. És akkor megmagyarázzák, hogy hova tűnt a pénze. Igen, de változatlanul ez egy olyan dolog, hogy elmész a bankba, mert fel akarsz venni hitelt. Érdemes lenne utána nézni, úgy, hogy emberek, tehát ilyen kis survey, hogy mire szokták elkölteni ezeket a felvett pénzeket, mert szerintem ezek 90%-ban nem arra mennek, hogy zsömle meg. De ebben igazad van, de ezt tényszerűen lényegtelen. Igen, tehát teljesen lényegtelen. Az eljárás az, hogy a Provident azzal jön, hogy jogszerű, holott a jogszerűség, get le szarom. Hol is tehát, hallottam én ezt? Jogszerű és szakszerű. Nagyon csúnyán nem érdekel, mert nagyon jól tudjuk, hogy mi az a jog, az a végső kapu, de nem kell addig elmenni, mert itt lehetne erkölcs, és akkor is, ha bank vagy egyébként, mert hogy te kereskedő vagy cégvezető, vagy üzlettulajdonos, tudnál lenni rendes ember is, és nem kell hozzá egy szarnak lenni.
Igen, na már most, tehát szóval az a helyzet, hogy ugye a Provident az, amelyik így a tévében így reklámoz, hogy így 350%-os THM. Ja, így van, így van, így van, tudom, értem én. Aztán amikor én jönnek értem. A mosolygó emberek, ja, ilyen szétcsapott rakás pénzzel a kezükben, és lobogtatják a pénzt. Na már most nézzünk már bele egy kicsit. Én semmiképpen sem mondom azt, hogy ez egy jó dolog, hogy ebbe az irányba halad a magyar közkultúra, meg a magyar társadalom. De mi az Istent lehet elvárni egy Mónika show, Győzike show, meg mi van most ilyen vacsora csata, meg mi az, ami a TV2-n van. Jósi barát, meg ilyen dolgokon szocializálódott, vagy azon agymosott szerencsétlen nénikén, aki mondjuk azt mondja, hogy ki kell fizetnem a villanyszámlát, és nincs honnan elővegyem, és akkor jön a, hogy hívják, a Provident, és telefonálj most, és azon... De ez a marketing. A tehát persze. Bármit el lehet tehát, adni. Tehát mire költik? Általában ilyen közüzemi számlákra, ilyenekre költik ezek a szerencsétlen emberek ezeket a pénzeket. Ez így van. Igen, na most ennek a skálának a másik fel, ami nincs messze ettől a providentes jelenségtől, az, hogy én most oda megyek Tomcat a te mikrohullámos ütődhöz, és beleteszem a fejem, és elkezdem melegíteni, és ezt azért csinálom, mert nem volt ráírva, hogy ezt nem szabad. És aztán rimánkodni fogok, hogy úristen, add vissza a pénzemet, amit mit tudom én, mert felrobbant a fejem, és Jézusom. Ne túlozzunk, mondjuk a mikrosütőre nem volt ráírva, azt azért alapvetően tudjuk, de például, hogyha bemész egy ipari üzembe, és ott te nem tudod, hogy a sárga volon azért van, hogy azon mászkáljál, és nem tudod, hogy a sárga sisakot föl kell venni, mert az életben nem voltál ilyen, de kénytelen voltál bemenni, mert olyan helyzet van, mit tudom én, kint éppen háború van, és te oda menekültél be, vagy akármilyen oda kerültél, vagy ott kell dolgoznod, mert az az egyetlen gyár van, igen, és akkor téged ott agyonüt valaki. Na most ez nem biztos, hogy a te felelősséged alapvetően, igen, vagy hogyha alapvetően egyáltalán nem is jelzik a baleset veszélyt. És ugyanígy van ez is, tehát az emberek többsége, tetszik vagy nem tetszik, nem gondolkodik logikusan, és nem okos. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket az embereket meg lehet venni kilóra, el lehet pusztítani, ki lehet írtani, kezit csókolom, ők a nép. És van ez a mondás, ami nagyon találó régi mondás, hogy nem eszik az úr, ha paraszt nem szarik, nekünk ezekből a butákból kell élnünk, mert ők azok, akik becsületesen és tisztességgel, mert igen, ezek tisztességes emberek, dolgoznak azért, hogy azoknak, akik aztán elosztják azokat a javokat, amiket ők megtermelnek, legyen. De ha erre rácupan egy ilyen pióca, mint ez a Provident, vagy bármelyik zsidó társaságot mondhatom, akkor ez ki fogja szipolyozni a társadalmat, és a szar lesz neked, meg nekem. Ez pontosan ugyanaz a kérdés, mint az, hogy miért érdekel engem, ha emelik a benzin árát, hiszen nekem nincs autóm. Miért érdekel engem, hogy a Kispista Jóska alsó kiskun bászszemelén tönkre menne, a hülye a Providenttől vett föl hitelt. Na, ha ő lenne egyedül, akkor tényleg azt mondanak, hogy hülye és darwindi. De amikor egy országnak legalább a 30-40%-a így át van baszva, akkor észre kéne venni, hogy oké, hogy ezek itt tönkrementek, de akkor ki fogja megkapálni a krumplit? Meg egy dolog, amit kihagytál, és amit nem. Miért akarod, hogy ő ezt tudja? Miért várod el, hogy ő ezt tudja? Hogy nem kell elvárnod. Nem kell, hogy ő ezt tudja. Nem magadhoz vagy máshoz, miért nem? Őnek ezt nem kell tudnia. Azért van a jog, azért van az érdekvédelem, azért vagyunk mi emberek egymás mellett, hogy szóljunk, igen, hogy érdekérvényesítsünk. Idéznék egy mondatot csak az NSDAP 1936-ban jóváhagyott programjából. Föl kéne végre fogni, hogy az állam a közjó legfőbb intézménye, meg az a dolga, hogy megvédje az állampolgárokat. Pont. Ez a totális állam elve, de a legnagyobb hülyét is meg kell védeni, igen, és nem kell... Tisztában vagyok mert vele. Annak is van valami haszna, most... és te is valamihez hülye vagy. Igen. Tehát téged is át tisztában vagyok vele, na most azután, hogy ti teljes fegyverarzenállal nekem estetek, elmagyarázom, hogy Jézusom. Nem azt mondom, hogy ezek hülyék, és halljanak meg, és húzzák a faszukra a hiányzó pénzüket. Nem, én azt mondom, hogy mielőtt elmegyünk X pénzt felvenni, azelőtt talán egy kicsikét először nézzünk szét, hogy vajon mennyibe is fog ez kerülni. Igen, nem néztem meg a Providentnek. Az iskolában is megutáltatják veled a matekot, és hogyha két számot meghallasz, és azt mondják, hogy ez egy ilyen feladat, hogy számolt ki, akkor így bedugod a fejed a homokba, és azt mondod, hogy úristen, nem én mindig hülye voltam hozzá, ő meg azért szakember. És nyilván az az érdeke, ez? Hogy nekem jó legyen, mert évtizedekig így volt. Mert én azt feltételezem, hogy neki az a jó, hogyha nekem is jó, mert mindig azt csújkolták a fejemben, hogy egymásból élünk, meg a reklámja is ezt mutatja, meg olyan szépen mosolyog a nő, aki lobogtatja a pénzt. De egyébként igazad van, tehát abban teljesen igazad van, hogy oda kell, hogy meg kell nézni, de utólag meg kell őket menteni. A saját hülyeségüktől. Igen, meg kell őket menteni, csak egy kicsikét azért vegyünk vissza. Amúgy ez meg, ami Dragon mondott, ez...
azért utálom ezt a fajta hozzáállást, mert ebből az jön le, hogy én büszke vagyok arra, hogy hülye vagyok hozzá, és nem, de, nem fogok megtanulni angolul, nem, büszke, nem. A kurva anyát a számítógépnek, miért angol benne minden, én nem tudok angolul, és kinyilatkoztatás, mert izé... Te a, bocsáss meg, most erre azt tudom fikázás mondani, fel vagyok igen, készülve, igen, igen, nem. Ez cinikus hozzáállás. Valóban, tudod, nekem annak idején egy nagyon kedves, idősebb barátom, mikor így beszélgettünk arról, hogy úristen, tényleg az emberek hülyék, akkor azt mondta, hogy tudod, Lacikám, neked az a nagy bajod, mint általában az okos embereknek, hogy olyan buta vagy, hogy azt hiszed, hogy másnak is okosnak kell lenni. Pont. Igen, ezt próbáltam az előbb elmagyarázni, tehát nem azt mondom, hogy mindenkinek atomfizikusnak kell lenni, és Nobel-díjas matematikusnak, csak tehát egy annyi minimális dolog, tehát egy, tényleg ez egy más, nagyon kicsi erőfeszítés, hogy... Nem, miért kell? Nem de neked miért fáj az, ha sok a hülye? És hogyha mindenki hülye, akkor mi van? Tehát neked ez ne legyen baj. Én is hülye vagyok. Mindenki a saját munkát, mindenki a saját szintjén dolgozzon. Tudod, az egész bankrendszerrel meg hitellel az a baj, hogy ez egy nagy tálpuding, amiben valaki belerakta a faszát. Igen. Most épp a provident. Na most eszembe jutott egy érdekes, hogy volt, leszarom a kibaszott zenét, volt a múltkor is egy múltkor. De én azért integetek csöndbe, hogy ne hallják a hallgatók. Jó, persze, oké, ez integes, majd lesz zene is, kedves hallgatók, annak is örüljetek, ezt még elmondom. Volt régebben egy olyan, nem lett nagyon nagy dobra verve, mert a kutyát se érdekelt, hogy X-Bank, nem tudom melyik, nem is akarok semmilyen neveket mondani, megpróbálni, valami borzalmasan lehetetlen fajta uzsora hitelt így hirdetett össze-vissza. Annyi visszhang volt benne összesen, hogy pár újság, meg tévében így pár helyen meg volt mondani, hogy ezek faszkézzenek, ki fasz fogja ezt fölvenni, ha hagyjuk már. És ennyi volt, kutya nem vette föl a hitelt, de senki se. Tehát akkor ez jó, úgy néz ki, de hogy... azt nem is hirdették folyamatosan a tévében, értsd meg, hogy köldögzsinórként. Tényleg hirdetve, akkor ezeken a metróbusz megálló akármi dolgokon volt hirdetve. Azt hiszem, hogy óriás plakáton éppen nem, de ha jól tudom, rádióban volt hirdetve. Tehát ez nem olyan volt, hogy volt, mit tudom, olyan pamflet két kerületben, és odaadták a kezedbe, hogy tessék, vegyél föl ilyet. Ja nem, akkor bocs, visszaadom. Vagy izé ad vissza. Tehát... Jó. Tudom, igen, cinikus hozzáállás, persze, de a kurva anyámat. Egy kicsit, de zenélünk egyet, jó? A rendőrökkel vitették el a gazdasági minisztériumból azt a cégvezetőt, aki éhségsztrájkba kezdett az épületben. A vállalkozó azt kifogásolja, hogy a majdnem 100 dolgozót alkalmazó ipari elektronikai fejlesztéssel foglalkozó vállalkozása nem kapott uniós támogatást, pedig pályázatát a bírálóbizottság is támogatta. A minisztérium arra hivatkozott, a keret kimerült. A vezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy kutya eledelt forgalmazó cégnek mégis jutott 250 millió forint, egy kutya wellness-szel foglalkozó vállalkozás pedig 120 milliót nyert. Mi a szájba baszott kurvány az a kutya wellness? Ez olyan, mint a gyerek spa, ha egy régebbi műsorra emlékszel. Nem. De annak még van értelme, talán, de külön, ilyen speciális fürdő úgy, gyerekeknek. Úgy, a gyerekek szokták fürdetni, meg fasz, de a kutya az... A kutyát is szokták fürdetni. Igen, beletezett a kádba, és lecsutakolod. Hát nekem annyi volt a wellness mindig a kutyáimmal, hogy gyere Berta, lemegyünk a parkba, ott a haverod, és szaladjál vele egy kört. És akkor jött a Rézi, a vizsla, és akkor örültek egymásnak. Aha. Jó, oké, meg is halt szegény elég fiatalon, de Rézi még él, és őt sem tudom, hogy wellness kurára hordanák, és azért a német juhászaim is elég jó kort éltek meg. Tehát nem értem. Ott van a 16 éves óriás úszkárja, aki el van, mint a befőtt, és neki annyi a wellness, hogy nem egy kutyával, hanem vagy 8 másikkal rohangál a közeli parkban. Na most ugyanez a hiba történt, mint a Provident kell 120 millió. Kapcsán, hogy ahhoz mérjük magunkat, tehát megpróbáljuk az átlag emberhez mérni, a normális, szerintünk normális gondolkodású emberhez mérni. Vannak olyan emberek, akiknek annyira szegényes a társadalmi kapcsolatuk, annyira antiszociálisak, hogy képtelenek egy másik személlyel ugye kapcsolatot létesíteni, akár baráti szinten. Ugyanez a helyzet, aki mondjuk szerencsejátékba menekül, vagy a komoly italozásba, az nagyon gyakran inger szegénységből teszi ezt, unatkozik, nincs mit csinálni, elkezd pókerezni. Amert, hogy én pókerezem, azért azt pontosan tudom, hogy ennek hol a helye, hányadik a sorban, és mikor van erre idő. És ugyanez történik, amikor a kiskutyát azt odahozom, mert az nem mond ellent. És persze, hogy szeret, mert a kutya az egy jó állat, tehát ő itt szeretni fog. És hát egy kicsit elmutálódik, vagy eltorzul az értékrendem, életképtelen szar leszek, és amikor a kutya wellness, viszem a kutyámat, akkor ott lesznek az SS emberek az ajtó mögött, és csófő belőnek a kurva anyád. Igen. Na most te viszont belekötöttél egy olyan dologban, hogy semmi jelentősége nem volt. A kurva anya az, hogy
majdnem 100 dolgozót alkalmazó, ipari elektronikai fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás. Nem, de egy kutya wellness-szel foglalkozó vállalás pedig viszont igen. Tehát miért? Miért van meglepő? Tehát Magyarországon az lett volna meglepő, ha ez fordítva történik. Mi a fasz nem értesz ezzel? Hol vagyunk? Térkép van, láttad már, menjünk tovább. Hát informatikai lantos alapítvány. Tehát mi a jövő? Igen. Nyilván a kutya wellness, és nem az informatika. Hát informatika már unalmas. Ipari civilizáció összeomlik, nem lesz számítógép. Kutya az lesz? Nem lehet, hogy esetleg a gazdasági minisztériumban esetleg valakinek a rokonának az ismerőse. Nem, ez nem lehet, az összeesküvés elmélet. Egyrészt szabályellenes lenne, másrészt ez bűncselekményi kategória is lenne, és ezért börtönjárt. De egyébként kérdezd meg nyugodtan a minisztériumot. Tehát a gondolod, hogy jövő héten megkérdezem, jó, hogy 60 napra válaszolnak, amikor már elfelejtjük. Nincsen meg valakinek esetleg ismerőse a kutya wellness cégnél? Nem nincs. Senkinek nincs ott ismerőse. A rokon az van. Senki se csinálja. Azt, ez úgy van. A kicsinyes piszkálódást így félretéve, én megkérdezem, na jó, nem, de megkérdezem, hogy egy kutya wellness-szel foglalkozó vállalkozás hova kurva anyába, tehát 120 millió. Ja, vagy a kutya eledel 250 millió, tehát most én értem. A kutya eled az oké, mert sok kutya van és eszik, tehát az egy de az, eszik. Na de várjál, de ő nem arra kapja a pénzt, hogy gyártson kutya eledelt, hiszen azt elvileg gyártott, és a bevételből csinál újat, és a kettő között a sár. Tehát gondolom, ez továbbfejlesztés. Igen, tehát az úgy még nagyon lol. Figyelj ide, én... Forgalmaz, még nem is gyárt, ez az. Gyerekkorom óta kutyás vagyok. Én egy vizsgázott kutyaképző vagyok, tenyésztő is voltam, a kurva életben nem hallottam még ilyet, hogy kutya wellness. Igen. Hát nézd, a fókuszt, ez azért van. Láttam egyszer a Reality TV-n olyat, hogy ilyen kutyát rátettek ilyen futópadra, és akkor az ott úgy futott. Mert az utcán rossz. Én úgy gondolom, hogy az utcán rossz neki. Nem látjátok az arcot, amit vágok. Hát ja. Én úgy gondolom, hogy a futópad az lefele kompatibilis, tehát hogyha az én futópadomra, már mondjuk nekem minek futópad, nem vagyok futni, az én futópadomra, ha ráteszem a morzsi kutyát, akkor az is tud rajta tökéletesen futni, mert a platform, tehát maga a kapcsolódó port az ugyanaz, tehát ő is így lipitik-lipit és fut a lábaival, és így ennyi. Tehát arra nem kell más. De lehet gyártani külön. Hát ez nem wellness, ez fitness. De egyébként én rájöttem, mert hogy forga, mert ha még gyártja az ételt, akkor kapott 250 milliót, hogy tovább fejlessze. De most itt tényleg, hogyha elolvasok, itt a forgalmazásról van szó, tehát a forgalmazást fejleszti, tehát gondolom vesz még belőle 10 darab autót, amivel jobban tudja vinni körbe az ételt. 10 darab autót? 10-et. 5-ös BMW-t? Vagy mit? Hát mivel szállítod a kutyakaját? 5-ös BMW-vel. Hát, elnézést. Hát figyelj, 250 milliót, hogy hova teszel? Hát autót veszel, vagy házat. Hogy te most a kutyás ízéről, már mint a kutyakajásról gondolsz. Igen. Igen, de egyébként valamelyik droid zónában volt szerencsém olvasni, mikor a cigóka, hogy hívják ott az építőanyagot, vagy mit a Mercedes. Igen, a 600-as Mergának a csomagtartójába vitték a sódert, de ez csúnya dolog. Ez létezett, tehát a haverom ott dolgozott a csapágyboltban egyébként hogy hívják, a Páva utcába, a Száváik vadászterület, és ott épült a lakópark, azt cigányok építettek, és frankon a 6-os Mergával hordták, 600-as Mergával hordták a sódert. A csomagtartóban. Sötétített üveg, gyönyörű, igen. Full extrás. Hogyha esetleg valamelyikötök tisztában van a Kára benzinért című remek, kiváló, tökéletes filmalkotás. Igen. Az állami autó. Igen. Alapmű, igen. Igen, és abban szállították a dolgot a házhoz. Így van. Hát na, meg kéne szerezni ezt a filmet. Márga volt, az azt hiszem púpos marsó volt, nekem megvan VHS-em. Azt átírjuk, és azt megy a filmklubba. Azt megnézzük filmklub, az egy nagyon remek, csodálatos egyébként film. Egyébként itt hozzátenném, kedves hallgatóink, hogyha valakinek van VHS-en olyan filmje, amit így a büdös életben soha a világon nem fog senki előszedni, mert úgy eltűnt, az jelentkezzen már, mert mi nagyon szívesen csinálnánk ebből DVD-t, meg kiraknánk torrentre, meg vetítenénk filmklubba, mint például a itt megemlített filmecskét is, de is még egy csomó másikat is. Van erre felszerelésünk. Egyszer nézzük állami áruházat is, bombagyárfilm. Ne! Nézzük meg, és akkor jönnek X-el, és abból X plusz 300 ember mind meg fog. Van a DVD gyűjteménye, tehát a DVD gyűjteményem az egy elég jelentős darab, tehát egy nagy könyvespolcot képzel el tökik tele DVD-vel, csomó ritkaság is van, de van egy külön részleg, amiben vannak az elrettentések. Na, ott van az állami áruház, meg ott van a valahol Európában, meg ezek a szociál-liberalista, Marseille-hez éneklő, csodálatos, kommunista, baloldali remekek. Rémremekek. Na most gondolkoztunk már ezen, és azt hiszem beszéltünk is róla a rádióban, nem emlékszem erre már, hogy kéne csinálni a Bombagyár filmklubnak egy ilyen rettenet alklubot, ahol kifejezetten a szar filmeket vetítjük, ami azokat, ami borzalom, és rossz,
és amint demonstráljuk az alsóbrendű faj alkotó képességét, hogyha ezt tényleg szabadjára engedjük. Tehát ez így a top 3. És bottom 3 inkább. Hm? Bottom 3. Bottom 3, állami áruház, és azt követi a Two Girls One Cup. Ugyanannyi ideig folyamatosan, mint az állami áruház tart. Igen. Tehát nem egyszer, hanem legalább 150-szer is. Igen. Aki a Two Girls One Cup című alkotást nem ismeri, az legyen szíves, keresse rá a Google-ben, tekintse meg, nem vállaljuk a felelősséget. Webkamera, felvenni, rögzíteni és feltenni azt is YouTube-ra. Igen, az arcot, amit vágsz, közben nézed. Tehát van külön egy ilyen műfaj erre, hogy rögzítik az arcukat az emberek, amikor azt látják. És térjünk vissza Magyarországra. Igen. Fél éves késéssel és nem érdemben válaszol Draskovics Tibor a Szabadságkör tavaly augusztusban feltett kérdéseire, többek között arra, hogy az Inkál Security milyen kormányzati megbízásokat kapott. A Szabadságkör 5 kérdésből álló nyílt levelét még 2008. augusztusában adta át. Különösen az Inkál Security szerepére kíváncsiak, mert sajtóinformációk szerint a cég többször is ellátott olyan feladatot, amelyet jogszerűen nem tehetett volna meg, például rendezvényeken igazoltatta a résztvevőket. A miniszter fél éves késéssel januárban juttatta el válaszlevelét a Szabadságkörnek. A levélben a miniszter több mint 20 céget sorolt fel, amelyekkel a rendőrség szerződést kötött, ezek között azonban nem szerepel az Inkál. A rendőrség semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll az említett céggel, hanem a különböző rendezvények szervezője köt szerződést biztonsági feladatok ellátására gazdasági társaságokkal, többek között az Inkállal is. Még egy olyan hír, amihez nem igazán lehet kommentárt hozzáfűzni, ha csak nem azt, hogy a kurva anyádod Draskovics. Ha jól emlékszem, 2006 elején mondta az Draskovics Tiborról Gyurcsány Ferenc, amikor még ő pénzügyminiszter volt, hogy megingott a bizalmam Draskovics Ferencben. Tiborban. Bocsánat, nem érdekel a neve. Most hát nem érdekel a neve. Nem érdekel a neve. Fogsz egy fókuszket, hogy lesz egy ilyen szörcsöt így a cipő talpának a barázdái közül. Körülbelül ennyire érdekel a Draskovics. Egyébként nagyon érdekes a témához kapcsolódik a Posta Imre honlapja. Érdemes. Nem már kitehetnénk oldalra, de miért is nincs kint, miért mert elfelejtettük. Én már megértem. Mert a Kesi csinálta, meg neki olyan szépre, meg jóra, meg hogy van. A madarasra, van itt a sas. Úgy van. Sólyom, tudom. Érdekes dolgokat. Miért? Milyen madaras sas? Hát látod az Attila Királyné főiskolának a plakátját. Azon itt is sas van. És így néztem, de várjál, így néztem, hogy átküldi az gyárra, akkor, hogy te, Blogin, te szerinted, tehát így nézd meg, ezen nincs valami? Nézem, mondom, ez tényleg azt hiszi, hogy az Attila ettékétel, és ez a probléma, ez a hiba, és nem akartam neki válaszolni, hogy te hát ne hülyéskedj már, ebben nincs hiba. De gondoltam, hogy biztos a rovásírást balról jobbra írták, és ugye hát ez akkora hiba, és hogy én ezt nem veszem észre, az is égő. Válaszoltam neki, hogy most nincs időm megnézni, hogy mi a baj. Nézd meg ott a jobb alsó sarkot. És így megnézem, és tényleg nem tűnt föl. Tehát a turul helyett egy amerikai fehér fejű réti sas, ami tényleg sólyom alakú, de bassza meg, semmi köze nincsen a turulhoz. Jaj, de hogy én erről mennyit tudnék mesélni. De szerencsére nem. A balról jobbra írt rovás írásról annyit, hogy az általam egyébként nagyra tartott Betlen Farkasnak van egy pizzériája a Verőcén, ahol a Magyar Sziget is szokott lenni. Ezt, ha jól emlékszem, Hétvezér névre hallgat ez a pizzéria. Most az ő étlapjukon meg mindenhol van kiírva rovásírással, hogy magyarul rovásírással és angolul, és a rovásírás következetesen balról jobbra halad. Az angol meg helytelen. De nem baj. Vidék, ott elfér. Na most még eddig senki nem hozta ezt, hogy ezt most elmondom. Akkor téged most meg fognak ölni. Tudti. Meg kibújt előd, kiírtad magad a jobb oldalból. Az nem a jobb, a nemzeti oldalról írta ki magát. Mert ez egy olyan, hogy kibújt belőled a bal. Figyelj, a zsidók nem szaroztak, azok az egész emberiségből mondták. Tehát én kiírtam magam az emberiségből. Van ilyentől már a nemzeti oldal az... De az tök jó, akkor növezhetsz magadnak még karokat, milyen baromságokat. Igen, lehetek zöld, meg repültek UFO-val. Na, tehát van lehet, egy zuzmó leszek egy a titánon. Nagy szépen faragott tölgyfaasztal, ilyen szent korona van rajta, meg rovásírás, meg turul, meg Attila, meg Emese, és ott ülnek körülötte egy Molnár Balázs, és ő azt mondja, hogy te most így magyar vagy, tehát van rajta egy papír, az is rovásírásos, meg egyébként, és akkor ő ráírja azt, hogy most Tomcat az már nem magyar annyira, vagy széttépi a lapot, ami rajta van. És onnantól ő kiírta magát a nemzeti oldalról, ezt kihirdettetett a Kurucinfón, onnantól te nem magyar vagy, te onnantól egy szar vagy, aki nem létezik, és hogyha valaki föltételezi azt, hogy te még létezel pusztán, akkor zsidó, és hogyha még zsidónak is rossz,
akkor lesz zöld pártos. Igen. Tehát gyakorlatilag ugye ezek, van egy ilyen ív, amin így egy skála, ami végig lehet haladni. Igen, és igen, mindezt mondja Molnár Balázs, aki állna járkát a golyóálló mellényében. Imádom ezt az embert. Igen, és közölte velünk, hogy ha nem azt írjuk, amit ő mond, akkor megpróbál minket tönkretenni. Örömmel jelentem, hogy egy darabban nem csökkent a bombagyár olvasottsága, mióta fröccsög a Kuluc Info, igen. Na, de tízes szám. De már régen fel is akarta gyújtani a boltot, nem? Ő igen, megfenyegetett, hogy, addig fog rólunk írni, amíg föl nem gyújtják a boltomat. Nem, olyan volt, hogy ő így saját nem, kezüleg egyszer, amikor jött. Az nem, de nem, ő fenyegetett. Hát, ő? Azt mondta, nekem azt mondta, mondjuk akkor, hogy jobban voltunk, ezt akkor nem is említettük, tehát egyszer azt mondta, valamint összeszólalkoztatom, nem tudom, de ez nagyon régen volt, és emlékszem, hogy egyszer jött, és hozott egy hűítőt. És mondta, hogy ezt fogadja, menjen béka ajándékként. Mondom, miért? Hát nekem veled semmi bajom, mert őrült vagy, de hát nálunk ez így szokott lenni ez az oldalon. És azt mondta, hogy, hogy összevesztetek, és ő egyszer egy pénteken jött a bolthoz, Molotov koktéllal, hogy bebassza. És be voltunk zárva. És azért nem. Igen, se ablak, se rajtó, úgyhogy... Az a vicces, hogy egy kibaszott nagy vaslemezzel most... szembesül a kedves vásárlónikus gyerek. Nem lehet bedobni a molotovot. Nem tudom, hogy igaz, de ezt mondta, tehát erre tisztel emlékszem, ezt így mondta, mondom, jó, hát... Lehet, hogy ez a palack volt. Mondta, hogy ha Tomkettel van baj, akkor ő töld meg. Hát most miért jó az, hogyha itt bedobod, az bennégünk páran. Hát ez senkinek se jó. És én megértettem, hogy tehát teljesen rendben volt úgy ilyenkor. Hát gondolom, voltak ilyen ötletei. Egyébként azt tudtátok, hogy ő hungarista? Volt, ő SZDSZ-es is. Mert nekem azt mondta, hogy egyébként nagyon érdekes, a Kuruc Infonál, legalábbis nekem, amikor beszéltünk, akkor nem volt nemzeti szocialista szerkesztő. Bizony, a teljes ideológiai tisztaság van, ott csak hungarista van, nemzeti szocialista az német. Ugye? Úgyhogy nagyon érdekes dolgokat tudtam meg tőle. Na mindegy, szóval megint meg fogjuk kapni, hogy áttekértem azt a részt, mert unom már, hogy a Hung Andon a Kuruc Infonál, meg a... Tök jó, írnak. Egyetlen baj van, hogy oké, hogy hülye, csak az a baj, hogy a Kuruc Info egyenlő Jobbik és fordítva, és egyre inkább. Igen, hát ez... valóban igaz, hogy a Kuruc Info elkötelezte magát, és úgy érzi, de hát Istenem. Magyarországon melyik hírportál nem kötelezte el magát? Meglepődtem volna, hogyha... Valami mellett. Meglepődtem volna, hogyha tényleg lenne egy tényleg független dolog, ez nem működik. Nem működik. Vagy ha van, az haldoklik. Nem lesz bombagyer. Nem lehet vele mit csinálni. Ez így működik. Egyébként ugyanaz történik. Nekem az a legnagyobb fájdalmam, hogy nagyon sokan a Jobbikot Fideszét próbálják alakítani, és most nem csak a vezetésről beszélek, ott is van egy-két ilyen ember, hanem nagyon sokan úgy kezelik, hogy ők szeretik, szimpatizálnak vele, ami nagyon jó, hiszen egy nemzeti érdeket képviselő pártról van szó, de ugyanúgy reagálnak az őt írt kritikára, és most nem tudom, hogy kritikára van szó, hanem bármilyen kritikára, amit akár személyesen beszélgettünk, vagy bármi szóba kerül, mint hogyha egy fideszesnek szidod a Viktort. Hát azért álljunk meg. Tehát ezt ne csináljuk, ez rossz. Mondjuk a fideszes nem akarja fölgyújtani a boltodat. Hát, jó, hát igen. Fideszes az olyan, amilyen nem gyújt. Na, tízes számú hírünk, és ez nagyon vicces. Elfogták a, hát nem annyira, elfogták a Kozma gyilkosság 5. gyanúsítottját. A Havária Press értesülése szerint B. Csaba, népes családja, elindult Zalaegerszegről, hogy kiszabadítsa a Veszprémbe szállított férfit. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság szóvivője tudósítónknak úgy nyilatkozott, amennyiben szükség lesz rá, meg fogják erősíteni a kapitányság védelmét. A hírügynökség értesülését nem erősítették meg. Elfogták az 5. gyanúsítottat, akkor már csak 78 van hátra. De már nem volt ez se. Ez csak lett. Amúgy azt mondták, hogy 4 van, mindenki megvan. Aztán lett egy 5., és hát ugye a maradék 25, aki ott volt, az nem gyanúsított, ők csak ott voltak. Ezzel de még szemben... kísérőket hallgatni tanúként, mert elmentek. Ezzel szemben, amikor egy középületnek néhány éve betört néhány ablaka, meg az ajtaja, és be is mentek néhányan, ez akkora súlyos dolog volt, hogy utána nem a rendőrség, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatal közölte, tetszik emlékezni, hogy mindenki, aki ott volt, az bűnrészes, akkor is, ha 500 méterre állt, és csak bámészkodott, mert pszichikai bűnsegéd. Puff neki, hát a Kozma gyilkosság nem ilyen. Úgy az a poén, hogy az ilyenekkel már meg se ütközünk, meg nem is tesszük fel a kérdést, hogy mi. Nem, ezen akkor ütköztünk. Hanem ilyenkor, amikor történik valamilyen, majd amikor itt ki fogják magyarázni, hogy miért van leszarva annak a többinek a véleménye, meg hogy mit látott, akkor majd csak az fog minket érdekelni, hogy vajon milyen alávaló hazugsággal fogják kimosdatni, hogy milyen kapubaromságot találnak ki az egészre. Tehát már csak ez az, ami érdekes az egészben. A mérce kettőssége, amiről már annyit beszéltünk. Nem is a mérce kettőssége, hanem hogy hogyan fogják igazolni, hogy ez nem is, hanem... Egyébként érdekes, hogy
ez a Kozma, akit, és akkor ezt kezdtem el mondani az első részben, én nagyon undorítanak tartottam, amikor hozzánk közel állok, akik a Szent Korona úgynevezett erkölcsiségét, amit ők nem ismernek, képviselnek, tehát egy elég ember ellenesen azt mondták, hogy, hogy hát ez a Kozma egy román, legalább maguk között megoldották. És aki ismerte Kozmát, az elmondta, hogy egy ritka, kedves emberről volt. Szóval egyébként teljesen lényegtelen, hogy milyen ember volt. Ő vele kapcsolatban én azért nem szeretem azt, amikor vele kapcsolatban jön a cigánygyűlölet, meg a cigány ellenesség, mert szerintem ezt ő nem is akarta, meg ő, mint személy, csak egy gyilkosság áldozata. Itt ő a gyújtó pontja annak a jelenségnek, ami a cigánybűnözés, meg a cigányok gyilkossága. Nem ez az egy a lényeg, hanem az az egész, amit vizsgálnunk kell, amikor egy ilyen dolog történik. És hát ugye nyilván elég szörnyű, hogy az ő neve mellett ő már csak így marad meg az emberek fejében, mint a cigány bűnözés áldozata. Ki tudta, hogy ki az meg a... Aminek... És arra, hogy egy 2 méter 11 centi magas... Sportoló. Aktív. Aktív izomember sportoló, meg 2 darab hasonló méretű és felépítésű társa, akik ugye életveszélyesen megsérültek, hogy semmit nem tehetnek. Úgyhogy te... átlagember, ne ugráljál, jön a cigány, legjobb, hogyha te magad agyonvered saját magad. Hát vagy agyonlövöm a picsába, mondjuk. Meg utána kiveszem a zsebéből a személyt, megnézem, hogy hol lakik, elmegyek, és kiírtam a családját is, mielőtt ők derítik föl, hogy én ki voltam. De ugye ez miért van, hogy a környező országban nincsenek ilyen problémák? Mert ott pont ezt csinálják, amit mondtam. Igen. Tehát úgy gondoltam, hogy ezt én megkérdezem, és akkor te majd egy kicsike ilyen következetes gondolkozás, meg ilyen tanakodás után majd felvázolt, hogy lehet, hogy ez kéne, de akkor így nem, megelőzsz az egész gondolatmenetet. Ez shortcut, tehát Szlovákiában bemegy valaki illetéktelenül a lakásodba, lelőheted. Hello. És nem csak akkor, hogyha valamilyen csoda folytán, mert te vagy az überisten és a Gyurcsány személyes haverja és a főrendőrségi faszopó, ebből kifolyólag van otthon egy pisztolyod, hanem ott neked lehet. Sőt, még géppisztolyod is lehet Szlovákiában. És no, csak nem ölik egymást. Jó, egyszer Dunaszerda helyen lőtték egymást, mint már említettem. Jó, de azok akkor is lőtték volna egymást, hogyha ilyen nem lenne. Tehát géppisztolyos merényletek Magyarországon is vannak. Gumipisztolyai, mit tudom. Nem, konkrétan rablások, vannak géppisztolyai Kalasnyikovval. És ugye ennyingen is állítólag ott van a Kalasnyikov. Hát nem nálunk. Egyébként, amikor még a Leheltéren árultam a pólókat, ott volt egy ilyen fagyis néni, akiről írogattam is annak idején a blogba, és ő elmondta, hogy előtte az újpesti piacon volt, és volt az egyik, a főnök kemény cégnél dolgozott, mindegy ilyen eladója, és grillcsirkét forgatta egész nap, meg mit tudom én, és ez a 90-es években volt. És ott is a főnöke, az egy ilyen kajak mafiózó volt, és egyszer fölment hozzá, és elmondta, hogy ezt lehet, hogy nem hiszem el... Kajak mafiónak ilyen tagja? Igen. Lehet, hogy nem hiszem el, de ott a sima újpesti lakás, ugye az újpesti mozi fölött, rendes fegyverállványon ott sorakoztak a géppisztolyok. Az úgy volt. Ő nem kérdezte meg, hogy te figyelj, ez így normális, meg ezt IKEA-ba vetted, vagy nem tudom. Az úgy volt, ő meg megkapta a fizetését, mert azért ment föl, de hát nem mondták neki, hogy ne kérdezzen semmit, ő meg gondolta, hogy ilyen helyzetben hát nem illik kérdezni semmit. Nem a legjobb időpont fizetésemelésért folyamodni, tehát lehetséges, hogy ez a helyzet. Az nagyon rendes ember volt, mint abszolút, elmondta. Nagyon biztos sokan mondták már nekem, hogy a magyar IKEA az nem éri el a többi országbeli IKEA-nak a színvonalát. Még Magyarországon mi éri el valaminek a színvonalát? De már az sem régi. Hát az Al Capone-t simán leköröztük, hát ne viccel, azok nem késelgettek így orba szájba az utcán. Csak úgy. Tényleg, ma ott tehát ez az, hogy a hazai IKEA-nak nem kell hozni a többi IKEA színvonalát. Miért? Ez most egy vicc nincs volt, mert nálunk nem lehet géppisztolyt kapni az IKEA-ban a külföldieknek, hogy biztos, de... Nem, csak, de most csak ez egy példa, tehát most nem az IKEA, lehet a Tesco-ra bármi, lehet mondani, hogy ezekben a dolgokban, ahol van egy általános, mondjuk a bankrendszer, ez a legjobb. Ott van egy bizonyos igény minden országban, na nálunk ezen igény alá megyünk, mert ide lehet hozni ugye a legszarabb minőségű ételt, mert úgyis megesszük, miért? Mert nem, csodálatosak. Mert a Mónika Show-ban nem mondják meg, hogy ez a legszarabb minőségű étel, és tökre örül, hogy de jó ez a virsli, igaz, hogy csak sertésbőr van benne, meg víz, és nem lehet már melegíteni sem, mert szétrobban, de biztos minden virsli ilyen. Mert ilyen volt, és ilyen lesz, és nekünk ez megfelel. Egy haverformának a faterja, aki Angliából származik, egyszer dörmögött nekem, hogy ő nem értette hány éves korában a bankrablókat, akik így bementek a bankba, és kirabolták a pénzt, mert annyi, hogy bemegy, és mielőtt a kalapját meg tudná emelni, vagy csőre tudná húzni a stukkerét, szándéktól függ, már a fejébe nyomtak neki így bele, hogy tessék, 100 font itt van, vigyed, majd akkor hozod vissza, amikor akarod. 100 fontot vissza, tök mindegy. Tehát így kértél, és így kaptál, és így le volt szarva. Tehát ilyen, hogy kamat, ez
Nem, csak a 19. században például a bank az még úgy működött, például Angliában, ahol ugye, hát kijárt bankban, nem az átlag paraszt, ugye annak nem volt annyi pénze, meg különben is minek, úri emberek, na most olyan szintű volt a gentlemanség, hogy például, hogy bementél egy Bank of Englandbe, hogy ki voltak rakva így a pénzek, rakosgatták. Ha épp olyanod volt, oda mentél, ez 1 millió font, de érdekes, elvihetem kicsit, persze vigyed. Nézd, megmutatod a havernak, kiviszed az épület elé, visszahoz, hát egy gentleman vagy. És nem loptak. És ha egyszer loptak egy bankból, akkor a hatszacári meg ribillió volt, hogy ezt nem lehetett elképzelni, hogy. Tehát, mintha ledobták volna az atombombát. Egyébként gyerekkoromban én nem értettem ugye a bankokat, úgy gondolkodtam, hogy ez hogy működhet. Az egy gyerek ott gondolkodik, csak utána kérdez, legalábbis szerintem ez természetes, és én kitaláltam, hogy szerintem ez úgy van, hogy az emberek, nem értettem például a kamatot, hogy működik. És kitaláltam magamnak, hogy ez úgy van, hogy az ember tesz be pénzt, és ugye ők azt forgatják, ez eddig jó. Dolgoznak vele, hozzáértenek hozzá, tőzsdéznek, befektetnek, amit akarnak, és úgy gondoltam, hogy amikor te hitelt kérsz, én nem értettem kamat meg ilyeneket még, úgy gondoltam, hogy ez úgy van, hogy te sokak által betett pénzből kapsz egy részt, amit majd visszaadsz, és akkor ez tök természetes, hiszen utána neked is lesz, és majd te is teszel be a bankba, és akkor azt ők még tovább tudják forgatni. De nem gondoltam azt, hogy ők azon keresnek. Én azt hittem, hogy nekik az a céljuk, hogy egyenesbe hozzák az embert. Alapvetően az egésznek nagyjából ez a lényege, csak minden egyes fázishoz, amit elmondtál, te egy oldal még legalább 2 vagy 3 kibaszott nagy lőcsös faszt, majd a te arcodba fognak beledörgölni, és akkor megkapod a végeredményt. Na igen, hát, van. Ez a baj, hogy nem egy kezelési díjra rá, hanem ugye azon is élősködnek. Szóval ez a legnagyobb üzlet. Tehát mindenen keres. Ugye ő azon keres, hogyha beteszed, meg azon keres, ha kiveszed, meg azon keres. A legnagyobb üzlet egyébként a jótékonyság, meg az állatvédelem. Abból az iszony lehúzások. Nem tudom, ki ismeri a dr. Király Péternek a nevét, aki a legnagyobb ilyen svihák. Az is, de na ott például hülye, akit átvernek. Tehát mindegy. Tehát dr. Király Péter, aki nem tudom hány éve az Uber basszájban megmondó ember a magyarországi állatvédelemben, van egy állatmenhely, amiben egy tessék-lássék be van rakva 8 kutya, gyönyörűen kipizélve, milliárdokat tesz zsebre az űrge, és ő a nagy állatmentő. Közben 30-asával gyilkolják le a kutyákat én mindenféle vidéki sintértelepeken, mert hát nincs el hova tenni. De ez nem gond. Jó, hát tudjuk, hogy ugye a rákkutatásban hány ilyen eset volt, amikor ugye ilyen-olyan alapítvány, mert a gyerekek rákosak, és hány akkor... volt? Hát például olyan, hogy ül a kislány a tévé előtt, az rákos. Volt olyan is, de nem ő veszi el a pénzt, meg nem hozzájut a pénz. Erről már beszéltünk. Azért vádolja a garázdasággal az ügyészség Borsándi Balázs főiskolai hallgatót, mert egy 2006. szeptember 19-én készült fényképen egy hozzá hasonló hajviseletű fiatalember áll, tőle néhány méterre pedig egy éppen követ dobó férfi látható a Dohány utca és az Erzsébet körút sarkán. A képen szereplő bőrkabátos fiatal azonban a raszta hajviseletét leszámítva egyáltalán nem hasonlít a vád alá helyezett Borsándi Balázsra. Borsándira az iWiV internetes közösségi portálon talált rá egy rendőr, és a szembeötlő különbségek ellenére úgy ítélte meg a két személy egy és ugyanaz. A főiskolai hallgató, miután értesült róla, hogy otthonában keresik a rendőrök, önként feladta magát. Ezek után őrizetbe vették, majd letartóztatták, összesen 10 napot töltött fogságban. Az ellene indított büntetőper tegnap kezdődött meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A vádlottat védő Gaudi Nagy Tamás rámutatott, szerint ez az eset rámutatott, Védence nem azonos a képen szereplő férfival, ennek igazolására antropológus szakértő kirendelését indítványozták, amit a bíróság is indokoltnak ítélt. Az ügyvéd tragikomikusnak nevezte, hogy a vádhatóság egy informatikus szakértővel próbálta igazolni az egyezést. Gaudi hozzátette, egyébként a képen szereplő fiatal sem követett el bűncselekményt, ezt rendőri tanúvallomás, fénykép vagy filmfelvétel sem támasztja alá. És Peti a fejéhez nyomta a GRP9-esét, és szerintem sajnálja, hogy nem éles. Ez engem itt nem érdek, tehát itt nem. Tehát ott van egy Béla, meg ott van egy Józsi, és akkor a haja, fénykép, ez a fénykép, kő, és akkor még antropológus. De nem ő dobja. Nem ő dobja a képet. Ez a legdurvább, hogy igen, van egy, állok az, egy... Az meg a másik. De várjál, állok a Dohány utca szérén. Recskázom valamilyen zsidó műemlékre. Tegyük föl, mert éppen aznap olyan kedvem van. Nem, mintha a zsidó miatt, hanem csak... Szoktál ilyet. Igen, ez előfordul. És akkor így állszott. És van mellette, és éppen lövik egymást a rendőrök meg a civilek. Ez Budap előfordult. Akkoriban ez azért nem volt ritka. És melletted jön a Jani, vagy a harcos Tibi. És harcos Tibi így eldob egy követ valahova. Mert van, aki meg követ dobott ekkoriban, és téged így lefényképeznek, és bazd meg, mi a vád? Tehát mi? Garázdaság. És még be is baszták a börtönbe. És be is baszták a börtönbe, kurvára nem ő van a képen,
kurvára köze nincs, tehát hogyha ő lenne a képen, még akkor sem lenne hozzá. De az informatikus szakértő megmondta. De maximum megkérdezik, hogy te figyelj, tudod, hogy ki volt az? Látod, hogy ki volt az? Mennyi az idő? Így ennyit megkérdeznek tőle, és aztán azt mondják, hogy jó, bocs, menj a kurva anyába, ennyi. Nem, vádat emeltek, mint hogy a bomba. Mennyi az idő? Így ennyit megkérdeznek tőle, és aztán azt mondják, hogy jó, bocs, menj a kurva anyába, ennyi. Nem, vádat emeltek, mint hogy a bomba ügyenbe is ez ment, és ezt csinálja a rendőrség, ettől 99%-os a vád hatékonyság Magyarországon, ami a világon egyedülálló, mert a legjobb országokban, tehát az Egyesült Államokban, ahol tényleg nyomoznak, úgy, ahogy a filmekben látjuk, azok nem véletlenül vannak azok a filmek. Igen. Ott el tudnak érni a 80%-os vádhatékonyságot. De Magyarországon 99, úgyhogy nyomozati tevékenységet érdemben a rendőrség csak a legkiemeltebb ügyekbe folytat. Tehát ugye, hogy a filmekben látjuk. Ez így, hogy valakire rámutatunk, és már börtönben van? Igen. Hát miért? Hát velem mi történt kétszer is? Hát vádat emelnek, igen. De érted, tehát a kép, nem tudom, láttatok-e a képet, itt a rádióban nem tudjuk megmutatni, de van hozzá. Következő a kép, utca. Van egy faszi a képen hátul, a távolba, aki tényleg épp eldob valamit. Azt nem tudja, hogy követ dob-e, meg hogy merre dobja, de tételezzük fel, hogy tényleg követ dob, tényleg a rendőrök felé. Tőle egy 20 méterre áll egy rasztahajú emberke, és így néz ki a fejéből, hogy ez itt eldobott valamit. Na hát, rendőr mit csinál? Ezt basszuk meg! Ügyész mit mond? Nézd meg az Ivy-ven, és így lát egy olyat, aki olyan, mintha. Tehát itt ez a rendőrben. Tehát egy rasztahajút az Ivy-ven, és ez így ne bizonyíték. Hát hogy? Hát bíróság elé citálják. Tehát ez pont olyan, mint most írtam erről a Kis Imre nevű szakértőről, aki az ultrahangos kutyariasztót Claymore-aknának nézte, és nem azt mondta volna, hogy bocs, ez kurvára nem az volt, hanem frakkon berángatta, hogy vádlottat csinált az űrgéből, aki az Obiba vett egy kutyariasztót, csak ő nem értett hozzá. Bármint, hogy a Kis Imre. Most itt ez és tele van ilyenekkel az ország. Hogy egy nullás gép és szőke hajfesték, és akkor ezek szerint minden megvan oldva. Igen, csak ő erre nem gondolt. Tehát őt így elkezdték keresni, ki tudja miért. Persze. De hány ilyen volt? Így utólag. Nem, semmi kapcsolat nincsen közöttem és a képen lévő férfi között. De ha lenne, ha ő lenne tehát a képen, az se valósítana meg semmit. Igen, de tök mindegy, tehát így nullás gép, szőkehajfesték, és nem tudom. De nem, de most tegyük fel, most persze a történet majd valószínűleg jó véget ér, mert kap ő sok pénzt majd, ha minden igaz. Nem. Soká, de nem. Ezért fog azért 10 napért, de egy a baj, hogy hányszor történetett meg azóta is, meg azelőtt is, hogy valakinek nem volt egy Gaudi Nagy Tamás a zsebében, vagy egy nemzeti jogvédő alapítvány így a sarokba állítva, ha szükség van rá, vagy bármi. Mondjuk az van mindenkinek. Hanem meg kellett volna védenie magát, nem tudta, és hány ember kerületett így bíróság el, és ha még meg is úszta, jelen. Nem tudta, hogy igen, csak nem tudta, hogy utána perelhet, meg alapvetően nem ez volt a hobbija. Tehát tényleg hány olyan ember lehetett, és van azóta is. Szomorú. Akkor még elmondanám, hogy közeledik az SZIA 1%-ának felajánlása, és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány nagyon sok szeretettel várja az 1%-okat. Sajnos elég a szarba van most az alapítvány, ez ilyen nyílt titok tulajdonképpen, hogy igencsak le van gatyásodva az alapítvány, mégpedig azért, mert annyi ügyük van, hogy egyszerűen nem bírják. Mint tudjátok, az alapítványnak az a lényege, hogy jelentkeznek bele mindenféle okos ügyes ügyvédek, nagyon jó ügyvédek is vannak közöttük, tehát nem ilyen nyeretlen két évesek, Gaudi Nagy Tamás, Zétényi Zsolt, Balogh Gábor, tehát ilyen kaliberű embereket kell elképzelni, ha valaki ismeri őket, és ők egy minimális díjért, tehát lényegében egy kirendelt ügyvédnek a díjáért vállalják azt, hogy védenek olyanokat, akik kifejezetten a rendőrség koncepciós eljárásai következtében, vagy más hatósággal szemben, a magyarságuk miatt szenvednek megkurcoltatást. Sőt, valójában a részesedést szoktak kérni az ilyen... Nem kérnek, soha nem kérnek. Nem kérnek, igen. És lehet nekik adni. Igazából ez nem, hogyha nincs pénzed, akkor is lehet velük beszélni. És általában 30%-ot a minimál díjat kérni. Sem az áldozattól szokták elkérni, hanem ezért van az alapítvány, hogy ez szponzorálja. Tehát ők azt mondják, hogy én vagyok a sztárügyvéd, az óradíjam, mit tudom én, 100 000 forint, ezt az megcsinálom egy szaros most végzett ügyvédnek az 5000 forintos óradíjáért, vagy nem tudom mennyi egy most végzett ügyvéd, vagy akár ingyen. Annyit kérek, hogy mit a buszjegyemet fizessétek ki a bíróságig meg vissza, és akkor hogy bevédem, és ez ilyen jó szolgálat. Na ezt csinálják ezek a derék emberek, úgyhogy ez igazán támogatásra érdemes, támogassátok őket 1%-kal, vagy adományal, ami jól esik. És mi befejezzük a műsort, mert lassan elfogy a szalag. Valaki esetleg akar még valamit utolsó szójogán? Krumpli. Rántott csirke. Nem köszönünk el a hallgatóktól? Hát szervusztok. Nem kellett volna. Szervusztok. Nagyon gonosz volt. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!